Már a negyedik forduló kezdődik el a HFL-ben. Köszöntjük a nézőket. Székesfehérvár a helyszín, a First Field, amely egy kedvelt helyszín, legalábbis a közvetítések szempontjából. Nem csoda, hiszen ugye itt van Magyarország egyetlen igazi 120 yardos pályája, és ezúttal most valóban a hazai csapat, a Fehérvár Entroners játszik majd itt, mégpedig a Budapest Cowboys ellen. Kolesár Dáviddal nézzük majd ezt a mérkőzést, és hát nagy izgalmak elé nézünk, hiszen nagyon sok olyan megválaszolatlan kérdés maradt az előző fordulóból, amiből akár választ kaphatunk. Vajon a Fehérvár Entroners elindul-e konstans fölfelé, a Budapest Cowboysnek pedig marad-e a rossz formája, és egyáltalán megoldják-e az irányító kérdést? Így igaz, nagyon sok a kérdés. Jó napot kívánok a kedves nézőknek. Nagyon izgalmas mérkőzés elé nézünk, és hát valóban már az első és legfontosabb kérdés, legalábbis számomra az, hogy a Cowboysnél ki fog végül irányítani. Ugye azt tudjuk, hogy Vári Tominak az utóbbi két meccsen már nem ment annyira jól, a Miskolc ellen is, illetve a Wolves ellen is dobott 2-2 interceptiont. Ugye előző hétvégén, a hosszú hétvégén Lengyelországba látogattak, ott kikaptak a Gdynia Seahawks csapatát. Úgyhogy tényleg felmerül a kérdés, hogyha ő marad, akkor nagyon össze kell szednie magát, illetve hogyha viszont Karim úgy dönt, hogy beszeretné rakni Cirók Marcit, akkor viszont azzal kell számolnia, hogy az elkapó sorból a legeslegjobb fegyverét veszi ki, hiszen eddig ő vitte a prímet az elkapók közül. Esetleg még Takács Bence ott volt mögötte, ő neki voltak szép villanásai, de például azért Mészáros Marcitól eddig nem láthattuk azt, amire számítottunk tőle, mióta ide jött a Cowboysbe, illetve a többi elkapónak is egyelőre csak epizód szerep jutott, úgyhogy ez egy nagy kérdés lesz, amire nyilván már a mérkőzés elején meg fogjuk kapni a választ. Mi az a három kis mazsola, amit kiemeltél itt nekünk a mérkőzés kezdetén? Ugye most már van a szokásos szakértői mesterhármas, mi az, amivel készültél? Mit kell majd külön figyelni a nézőknek? Hát az egyik ez volt ugye az irányítók, ez egy nagyon nagy és meghatározó kérdés lesz, nem csak a mérkőzés szempontjából, de én úgy vélem, hogy a versenysorozat a szezon további kimenetelére is tekintettel. A második, amire én nagyon oda szeretnék majd figyelni, az a fehérvári defense fal. Ugye most Jay Reagan mellé jött egy hatalmas nagy játékos, egy Góliát Timothy McGee személyében, ugye ő már bemutatkozott az előző fordulóban a Dunajváros ellen, ahol ugye a Fehérvár egyébként győzni is tudott 30-24-re, tehát most már van két olyan meghatározó domináns játékosuk, akikkel egyébként nagyon jó nyomást tudnak helyezni a nem kifejezetten éles és acélos Cowboys offense falra, ugye az offense fal Cowboys-től láthattuk, hogy azért a múlt fordulóban a Wolves ellen azért jócskán átengedték a Wolves védőit, hát ebben is ugye javulniuk kell, illetve ezt a Fehérvárnak ki kell tudnia használni, és akkor Várit, vagy esetleg Cirókot hibára tudják kényszeríteni. És mi az, ami esetleg a Kábel szempontjából ezek ellen az elképesztő passziettetők ellen hatásos lehet, hiszen azért ugye valóban említette Timothy McGee egy óriási termetű és fizikumú játékos, ez bebizonyította a Gorillaz ellen. A Dunajvárosnak mintha nem lett volna minden alkalommal erre megoldása, és egyáltalán nem is biztos, hogy lehet egy ilyen játékos ellen megoldás, hiszen ő azért unikum itthon. Igen, a Cowboysnek az lehet a megoldása egyébként, hogy gyors passzokkal operálnak, tehát nem engedik, hogy odaérjen Timothy McGee az irányítóra, illetve hogyha esetleg megpróbálják double-özni, tehát két emberrel védik majd, akkor azért időt fognak tudni nyerni. Nyilván azért Timothy McGee sem egy sérthetetlen játékos, a termetével, illetve azért a termetéhez párosuló szokatlan gyorsaságával természetesen tud operálni, de hát meg kell találni neki is az ő gyenge pontját. Visszatérve egy kicsit az irányítókra, ugye tavaly a Cowboys gyakorlatilag talán, jó, nyilván nem lehet ezt mondani, de hogy csak emiatt, de amiatt is nyert bajnokságot, mert rendbe tette az irányító kérdést, és akkor ugye visszafele mozgott ez a Cirók-Vári csere, hiszen ott akkor Cirók Marci kezdett kezdőként, és aztán utána Vári Tamás volt az, aki elfoglalta a helyét, és végül hozta le a szezont. Most lehet ez a visszacsere megint akár egy bajnoki alapkőletétel? Elképzelhető. A lényeg az, hogy mindenféleképpen rövid úton pontot kell tenni erre a kérdésre, hiszen pont most vagyunk az alapszakasz felénél. Itt már el kell tudni dönteni, meg kell tudni alapozni a maradék hátra lévő mérkőzésekre, hogy mi lesz ennek a kérdésnek a válasza. Hogyha továbbra is azért kétséges ez a dolog, akkor szerintem a Cowboys többet fog még hibázni. És ugye azt ne felejtsük el, hogy a Mester 3-asodból ott van, amit nem szabad kifelejteni, a fehérvári futójáték, ami beindult. Bizony.
régen, akarom mondani, bocsánat, Tim Roen a legutóbbi mérkőzésen szintén a Dunaújváros ellen 3 TD futást is tudott szerezni, hát beindult a fehérvári futójáték, mondhatjuk azt, főleg úgy, hogy a második fél időben szinte nem is volt a Fehérvárnak passzjátéka, tehát ezt mindenféleképpen le kell tudnia védekezni a Cowbells-nek, és azért a Cowbells ebben a részében is kicsit vérzett már az utóbbi időben, tehát ugye láthattuk, hogy a Miskolc ellen is André White azért nagyon csúnya szóval mondva ott futott, ahol nem sajnált, illetve a Wolfs ellen Lender is meg tudta futni a kötelezőket, akár belül, akár kívül, tehát törzsökéknek erre is kifejezetten oda kell figyelniük, oda kell érni a szélekre, és hogyha a futójátékot le tudják állítani, meg tudják fogni Roent, akkor viszont nagyon sok keresnivalójuk lehet a mai mérkőzésen. Jöjjön most a hazaiak mestere Pál Tibor Kornél, Cselleng Ádám mellett van ott. Én is köszöntöm a Digisport nézőit innen a székesfehérvári First Fieldről, ahol ma valóban az Entroners lesz a házigazda, nem pedig a Budapest Wolfs. A vendég viszont ismételten a Budapest Cowboys lesz. Itt áll már mellettem Pál Tibor Kornél, a hazaiak vezetőedzője. Tibi, mit vársz az összecsapástól? Egy nagyon, nagyon jó mérkőzést várok, ami tetszetős. Azt várom, hogy keményen helytálljunk, tehát egy jóval jobb helytállást várok, mint amit múltkor mutattunk itt a hazai pályán a HFL mérkőzésen. Timothy McGee HFL mérkőzése, mely játszott a képernyőn, viszont most mutatkozik be. Mit várhatunk tőle? Lekrinszki Márk is visszatért oda a D-line-ba. Igen, a defense falba vissza, így úgymond erősödtünk mindenképpen. Hát remélem, nem kiabálom el, mint a múltkor, hogy a defense fal kellően erős lesz. Nyilván akkor egy sérülés is közrejátszott. Én azt várom, hogy a defense fal elég nagy nyomást fog tudni rakni az ellenfélre. Tehát nagy nyomás lesz biztos erős Márkon is, ő lesz a kezdő irányítótok. Ugye Dunaújvárosban azért volt irányítócsere, ott főleg a futásokra alapozva nyertétek meg ezt a találkozót, most is valami hasonlót várhatunk azért? Nyilvánvalóan tudunk változtatni meccs közben, tehát képesek vagyunk rá, hogy akár átfordítsuk a passzjátékról a futásra, vagy a futásról a passzra, meg kell néznünk nyilván a Cowboys ellen mi az, ami működni fog. Viszont a védelmetek nagyon jól működött Dunaújvárosban. Ugye Tóth Dávid megszerezte az első pixixét, ez és az a 3 győzelem, ami most itt sorozatban összejött, ez erőt adhat erre a mai mérkőzésre? Mindenféleképpen ez egy lökést adhat a csapatnak. Meg kell szoknunk ezt a HFL sebességet, nyilvánvalóan ez teljesen más, mint az Osztrák Liga, de az Osztrák Ligát is nagyon komolyan kell vennünk, tehát ez a hétvége, ez egy nagyon nehéz hétvége lesz számunkra. Kielemeztük már a védőfalat, de a támadófalban is voltak változások, és Hartai visszatérése azért nagyon-nagyon sokat segíthet. Így van, ő ugye télen még megműtette a térdét, szerencsére azóta teljesen regenerálódott, teljesen jól van szerencsére, és nyilvánvalóan az ő képességei, meg az ő játék felfogása az rengeteget ad a támadó falnak is. Köszönöm szépen. Ugye az imént említetted, hogy Roen futójátéka az ugye beindult, de a Cowboys azért elég komplex csapat ahhoz, hogy csak a futásra koncentráljon, és így levédekezze. A passzjátékban mennyire kell majd a Fehérvárnak fellendülnie? Hát eléggé föl kell lendülnie, tekintve legalábbis a legutóbbi fordulót. Itt a Cowboys szempontjából inkább nyilván az a kérdés, hogy a Fehérvár mennyire tud kétélű fegyver lenni, tehát hogyha csak a Cowboysnek csak a futójátékra kell koncentrálnia, akkor nagyon könnyű dolgok lesz tulajdonképpen, de hát természetesen azért a passz elleni védekezésben sem panaszkodhatnak, a secondaryjük jó, annak ellenére is, hogy szegény Demeter kiesett ugye az előző fordulóban egy szárkaponcsot töréssel, de azért még mindig ott van Német Marci, ott van Golita, ott van Nagy Kevin, úgyhogy azért szerintem nem lesz gondjuk a passzvédekezéssel, hogyha a Fehérvár el tudja kapni a ritmust passzolásban is. A Fehérvár Entroners 1 győzelemmel és 2 vereséggel, még a Cowboys 2 győzelemmel és 1 vereséggel áll. Azt hiszem, hogy talán eredményben, tehát ebben az eredménysorban közelebb állnak egymáshoz, mint játéktudásban. Ez lehet igaz? Ez a kijelentés? Ez lehet, már csak azért is, mert ugye a Cowboys tényleg, ahogy te is mondtad, egy komplex csapat, egy nagyon rutinos HFL csapat, míg azért láthattuk, hogy a Fehérvárnak még azért tapasztalatokat kell gyűjteni itt a legfelsőbb osztályban. Hogyha esetleg arra kerülne a sor, hogyha a Fehérvár
hogy a Fehérvár győz a mai nap folyamán, akkor ugye mind a két csapat 2-2-vel fog állni, az már azért egy elég érdekes képet fog festeni itt a szezon kellős közepénél. Ott innentől kezdve már aztán nem lehet hibázni, tehát hogyha a Cowboys nagyon komolyan veszi a rájátszásba, illetve a döntőbe jutási esélyeit, akkor innentől kezdve már, illetve már a mai naptól kezdve nem szabad hibáznia. Most pedig jöjjön Karim Trabelsi, a vendégek vezetőedzője. És már itt is áll mellettem Karim Trabelsi, a vendégek vezetőedzője. Hát újra Fehérváron vagyunk. Két héttel ezelőtt ez nem hozott szerencsét. Most fog? Egy pálya, ez nem a szerencséről szól, a játékosról szól az egész. Szóval így vagyunk, fogunk játszani, még látjuk, hogy most jobb meccs lesz, vagy nem. Most senki sincs büntetés miatt néhány negyedre a játéktól eltiltva? Nincs. Mindenki itt van. Van itt full starting lineup. Hiányoznak pár elkapó, de annyi elkapunk van, mint sok jó elkapóink vannak, szóval ki tudunk potolni bárkit. Vári Tomi fog kezdeni. Ugye Lengyelországban Cirok Marci volt fönn nagyjából végig a mérkőzésen. Mit láttál ott Marcitól, és miért Tomi fog kezdeni? Először Marci fog kezdeni. Amit látom a Marci, hogy nem játszott túl rossz, kellett egy fél idő, hogy egy picit látja, hogy aklimatáljon maga a játékunkhoz. Marci ad nekünk egy plusz, ami a Tomi nem tud egyelőre, mert mindig parházban vannak minden edzésen, szóval ma Marci fog kezdeni. Elkapóitok hiába vannak sérültek, ugye láttam, Kanter nem fog pályára lépni. Döme kiesett, viszont Kevin visszatér. Ott a DB sorotokban sikerült rendet tenni? A DB sor nem volt annyira problémás egyébként. Inkább a belső hattal volt probléma, de a kornereiket már mindenki áll a lábon. Most van egy új szerezményünk, a Golita, mi a Div 1-es és junior kiváló játékos. Benne nagyon-nagyon látunk a jövőt egyébként, ez egy fiatal Kevin. Szóval jó, hát most a Döme sajnos nem lesz velünk. Ez egy tapasztalt játékos a Döme, szóval ez mindig hoz egy plusz, egy stabilitás, amikor tudod picit feszes a helyzet, de szerintem a Golita most eretett játékos lett, majd játszott már pár meccs, Lengyelben nagyon jó játszott, szóval a DB sorunk jó lesz, a Ricsi fog kezdeni a másik oldal, a corner, a Nagy Kevin a másik corner, és Golita free safety. Köszönöm szépen! Elkezdődik tehát a Fezen HFL negyedik fordulója, mégpedig Székesfehérváron. Egy Fehérvár Entroners Budapest Cowboys összecsapással. Ne hagyják ki, nem sokára jövünk. Fehérvár Entroners Budapest Cowboys mérkőzés következik tehát nem sokára, és bizony, ahogy itt a felvezetésben is már említettük, nagyon sok múlik ezen az összecsapáson, hiszen az Entronersnek akár egy playoff reményt is hozhat, egy esetleges győzelem, a Cowboys pedig 3-1-jel igen kényelmesen állhat majd a forduló után. Először jöjjön a játékvezetői csapat, a referee Horváth Péter, az umpire Kaiser Viktor, a headlinesman Ragályi Balázs, a line judge Privil András, a back judge Gábor Péter, a side judge Sipos Ádám, a field judge pedig Dávidovics László lesz. A játékvezetők tehát már a pályán, és akkor jöjjön a regnáló bajnok, amely itt két hete Székesfehérváron 37-8-as vereséget szenvedett a Budapest Wolves-tól egy budapesti derbin. Most megint vendégként, de ezúttal már valóban az Entroners ellen. Jöjjön tehát a pályára a Budapest Cowboys. Thank you.
két győzelemmel kezdett a Cavaliers, és a harmadik fordulóban szenvedte el első vereségét. Két vereséggel kezdett viszont az Entroners, és két hete éppen a Fejér derbén, a Fejér megyei rangadón a Dunajváros Gorillaz ellen fennállása első HFL győzelmét szerezte meg a Fehérvár Entroners, ami szintén a pályán sötétkék mezben. Tibor Kornél tehát vezetőedzőként először vezette győzelemre a HFL-ben a koronázókat. 30-24-re nyert a harmadik fordulóban az Entroners, és összességében minden tétmeccset figyelembe véve egy hármas győzelmi sorozatban van a csapat, hiszen ugye az osztrák negyedosztályban szintén vitézkedett most a legutóbbi két fordulóban, és 2-0-ás mérleggel áll abban a bajnokságban, és ráadásul ez a hétvége a fehérváriak számára egy dupla rangadót hoz, hiszen ugye a Cables ellen játszanak ma, és vasárnap pedig a Carnuntum Legionnaires együttesét fogadják szintén itt a First Field-en, szintén egy kettő győzelemmel és vereség nélkül álló csapat ellen játszanak, tehát ami szintén nagyon fontos lehet. Na de most akkor erre a mérkőzésre kell koncentrálnunk. Jöjjön mind a két oldalról a csapatkapitányi csapat. Üdvözlöm Önöket, urak! Horváth Péter vagyok, én leszek a referi a mai napon. Kajzer Viktor kollégám lesz az umpire. Önök a csapatkapitányok, bármi probléma van a pályán, hozzánk jöjjenek, jó? Önök a vendégcsapat, önök fognak választani. Menjenek elő körbe, fogjanak kezet. Tehát önök fognak választani, fej, írás, fej, mi a választás? Mit mondott? Fej. Írás. Mit választana? Visszaoltás. Melyik térfelet védik? Álljunk föl úgy. Pénzfeldobást a hazai csapat nyerte, halasztást választottak, kirúgással kezdik a pályát. Azok a pénzfeldobások mindig hoznak azért mulatságos, érdekes pillanatokat, hiszen lehetett látni, hogy Bánfi Misinek is kellett a kis súgás, hogy akkor vajon a Cavaliers mivel is jöjjön, tehát a fehérmezes bajnokcsapat jön majd először. Kolesár Dáviddal nézzük majd a mérkőzést, és Karim Trabelsi pedig a vendégek mestere a képen. Lesznek érdekességek, azt hiszem azért mind a két oldalon a kezdőkben. Itt az utolsó pillanatokban változtatások is történtek, úgyhogy azt hiszem árgus szemekkel figyelhetjük az elejétől kezdve itt a kis finomságokat a vezetőedzőktől. Jó napot kívánok én is a kedves nézőknek ismét. Igen, az elejétől kezdve lesznek érdekességek. Ugye Karim Trabelsi az utolsó pillanatban is változtatott még a kezdő során mind az offense, mind a defense oldalon. És hát ahogy arról már beszéltük, itt ez egy olyan mérkőzés lesz a mai nap során, amikor mind a két csapatnak van bizonyítanivalója, mind a két csapatnak szükséges a győzelem, és ez befolyásolja, ugyebár, hát ebben most nem is mondok nagyon nagy okosságot, ez befolyásolja ugye a szezonbéli további szereplésüket, illetve sorsukat. Hiszen a negyedik forduló az, ami elkezdődött a fehérvári kirúgással, és úgy néz ki, hogy van egy komolyabb visszahordás, bizony-bizony, de sikerül végül levinni a földre Takács Bencét, aki elég szépen yardokon keresztül cipelte vissza a labdát, úgyhogy jó kis kiinduló pontot hozott össze a vendégeknek.
Igen, Takács Bencét ugye ki is emeltem már a bejelentkezés során. Ő lehet az egyik az elkapó sorban Cirók Marci mögött, aki azért tud olyan megvillanásokat produkálni, amivel azért szép pléjeket, amikből ugye azért szép pléjek kerekedhetnek ki. Hát most is ugye a félpályáig hordta vissza Special Teamben a labdát, úgyhogy eléggé kedvező pozícióból indíthatja meg az első drive-ját a Cowboys csapata, és hát láthatjuk az első változtatást, ugye amit már Karim említett is az első interjújában, hogy Cirók Martit kezdeti irányító poszton. Bizony, tehát Cirók Márton a kezdő irányító, és meg is van az első elkapás Szabolcskától, igaz, sárga zászló is repült. Igen, ez egyébként egy nagyon szép játék lett volna, ugye egy quick slant-tel, egy gyors passz, meg is csinálták tulajdonképpen vele a first down, de hát offside, defense, 52-es játékos. A vétlen csapat a büntetés nem kéri, first down. Na hát akkor megvan a first down, ugye kezdetnek nagyon szép játék volt. Péter Csaba hibája volt ez, hiszen ugye ott volt, láthattuk a kapitányok között is, az egykori Wolves játékos. Most már ugye a Cowboys védelmét erősíti. És akkor mehet tovább a Cowboys támadása a first down után. Cirók, ezúttal is egy passzjáték, és ezúttal is megvan az elkapás. First down nem lett most ebből a játékból. És Szabolcska kapta el a labdát. Igen, 82-essel. Ugye ezek a playek kellenek, tehát nem kell rögtön belemenni a hosszú passzokba, szépen Cirók is bemelegszik, egy rövid passz jobbra, egy rövid passz balra, néha majd gondolom megfűszerezik egy-egy biztonsági futással, úgymond. És hogyha kicsit visszaemlékezünk a Wolves elleni mérkőzésre, amikor a mérkőzés vége felé már beállt Cirók, akkor is egyből rendületet kapott tulajdonképpen az offense, és mindjárt végig tudtak vinni egy szép drive-ot. Közben egyébként nem volt meg az elkapás. Elsőre azt lehetett látni, de aztán a játékvezetők mutatták, úgyhogy második kísérlet jön, és 10 yardot még mindig haladnia kell a Cowboysnek. Cirók megint oldalra dobja a labdát, és egy kicsit dadog Mészáros kezében, illetve valamelyest magas is volt a labda. Igen, hát erről is volt már szó. Mészárostól több kell mindenféleképpen, hiszen ezért hozták ide a Cowboysbe Karimék, hogy ezzel is bővítsék, illetve ezzel is erősítsék az offense támadásuk, az offense playjeiket, ugye a támadásaik erősségét. Mindenféleképpen fel kell szívnia magát, és konzisztensebb teljesítményt kell mutatnia. A 31 yardoson egyelőre a labda, az ellenfél 31 yardosán, ez azért kedvezőbb a Cowboysnek, ugyanakkor azért ez egy eléggé combos field goal lenne. Úgyhogy valamelyest még kellene haladni, legalábbis ugye a first down-t is először meg kell csinálni, és meg is van Mészáros Márton előlép. Na tessék, pont erről beszéltem, ezek kellenek, így, hogy nincsen Cirók Marci, valakinek az elkapósorból feltétlenül elő kell lépnie első számú elkapóvá, most, hogy ez végül akkor Mészáros lesz-e, esetleg Takács Bence, vagy Szabolcska, kiderül egyelőre, ugye Mészárosnak ez egy nagyon-nagyon szép elkapása volt, és mindjárt ott vannak az endzone küszöbén tulajdonképpen. Zilai csinálta meg végül Mészároson a szerelést, és érdekes lesz majd azt is figyelni, hogy vajon a Cowboys támadó fala mennyire dolgozik jól Cirók Márton előtt. Az eddigi statisztikáit láthatjuk Cirók Mártonnak, ugye nyilvánvalóan nem lehet teljes, hiszen a Wolves ellen csereként állt be, ezért a viszonylagosan kevesebb yardok, és meg is van a touchdown. Touchdown bizony. Egy futás után Royak Richard szerzi meg a vezetést a Cowboysnek. 8-assal Gyarmati Váté volt ott, aki föl tudott lépni a lukba, és mélyen megpróbálta megcsinálni a szerelést, de Royak átbukdácsolt rajta, és beért az endzone-ba végül. Ugye a Wolves elleni mérkőzés úgynevezett garbage time-jában szerzett egyébként touchdown-t futva Cirók, ezúttal most átadta a labdát Royaknak, és ő talált utat az endzone-ba, és jöhet Fóra Camillo az extra ponttal. És ez eléggé csálé lett, ettől függetlenül jó. Igen, becsorgott végül, de mintha odaértek volna, hogy valaki beleért volna új hegyjel. Igen, elsőre úgy lehetett látni, de azért még megvolt annyira az ereje, megmaradt a rúgásnak, hogy be tudott menni a labda. 7-0-ra vezet tehát a Budapest Cowboys. Hát gyakorlatilag egy fél pályát ment a Cowboys, és Círóknak megvolt a védelme, és elég szépen haladt is elkapásokkal, és a végén a futással pedig Royak be is ér.
Igen, szép lyukat nyitottak neki ott benn középen az ájukon. Gyarmati, ahogy mondtam, föllépett, ugye meglátta ezt a lukat, föllépett rá, de hát pont az endzone előtt tudott csak odaérni egy mély blokk, egy mély szereléssel, de hát Rojáka, ahogy láthattuk a visszajátszásból, ugye átbukdácsolt rajta, és be tudta nyújtani a labdát végül. Egyébként ugye már említettel az előbb a Cowboys offense falát, most ebben a drive-ban már megmutatták, hogy sokkal jobb teljesítmény nyújtanak, mint mondjuk az egész előző mérkőzésen. Nagyon szépen megvédték Cirókot minden passza során, tehát nem is ért oda senki az Entroners védői közül, és ugye, amint már említettük, az előbbi szép lyukat nyitottak a touchdownnál. Kezdődik az Entroners visszahordása, viszont nem megy túl sokáig. Golita, aki a miskolci mérkőzésen lépett elő főszereplővé, és aztán utána Nagy Kevin agyrázkódása miatt a kezdőben találta magát a Wolves ellen. Egyre-egyre jobb játékost láthatunk Golita személyében, miközben itt van az a blokk talán, hogyha minden igaz, bizony, régen volt az, aki majdnem teljesen oda tudott érni és blokkolni, tudta a rúgást, ugyanakkor végül is nem tudta megakadályozni, hogy Fóra betaláljon az extra ponttal. Igen, kicsit Golitára azért visszakanyarodva, én, ahogy mondtad, a miskolci meccsen már valóban special teamben nagyon szépen megmutatkozott ugye először, és ugye abban a egyik special team playben szedte össze az egyik labdát, hopközben ott gurul egy sisak. És egyébként azt az információt is kaptuk még a mérkőzést megelőzően, hogy bár Antonio Roen van a kezdőben nevezve, de ő csak civilként áll a pálya mellett, úgyhogy nagyon-nagyon úgy fest, hogy Novakov Dávid, aki egyébként az imént is futott, ráhárul majd az a feladat, hogy gyakorlatilag a futójátékkal a Fehérvárt a hátára vegye. Ez nem túl jó előjel, hiszen ugye Antonio mesterhármas szerzett futásokból a Dunaújváros Gorillaz elleni mérkőzésen. Hogyha egy egésznek vesszük a győzelmet, talán nem túlzás kijelenteni azt, hogy hát legalább a felét azt ő tette bele abba a győzelembe egy személyben. Ez valóban így van, viszont én azért azt szeretném mondani, hogy Novakov Dávidot sem kell félteni, tehát ő is egy nagyon erőszakos, alacsonyabb termetű, viszont hozzá ahhoz párosulva egy nagyon erőteljes játékos, fürge is, illetve nagyon ügyesen tud még az ütközések után plusz yardokat termelni, tehát nagyon-nagyon erőszakosan, ahogy mondtam az előbb is, nagyon erőszakosan próbál talpon maradni, és még és rázni le magáról a tekölöket, és plusz yardokat hozni, tehát én el tudom képzelni, hogy megfelelőképpen fogja tudni pótolni Roent. Erős Mark passzolt, hiszen ő is a Dunaújváros Gorillaz ellen nem játszotta végig a mérkőzést. Most megint ott van kezdőirányítóként a csapatban, és Erik Steffst találta meg. Költözik tovább a lánc, hiszen megvan a first down, és akkor láthatjuk itt is az Entroners támadó falát, amelynek ugye majd nyilvánvalóan meg kell védeni Erős Markot. És ugye Antonio Roen a kezdőben, de nagy valószínűséggel ő vele ilyen módon nem fogunk annyit találkozni, vagy hát nem fogunk találkozni, csak civilben. Igen, és itt azért akkor gyorsan megint megkövetném magam, ugye a bejelentkezés során megint csak átkereszteltem egy játékost, ugye most a fehérvári oldalon Tim Roent mondtam, úgy látszik ez most már számomra egy ilyen akaratlan szokássá fog válni, hogy valakinek mindig kitalálok egy másik nevet, hát ezért elnézést kérek, de természetesen ugye Anthony Roenről van szó. Közben pedig egy újabb play-t láthattunk, ugyebár az Entroners részéről. Ugye azt is azért meg kell említeni, hogy Erős Márkéknál sincs fenékig tejfelből az élet. Ugye irányító posztot. Közben egy elkapás, és elindul keresztbe a pályán a fehérvári játékos Bakonyvári Patrik. Ugyanakkor hiába ment egy kicsit talán visszafelé is már, összességében a first downra elég ez a kísérlet, úgyhogy mehet tovább az Entroners, most már a félpályánál a hazaiak. Így igaz, és láthatjuk, hogy mernek passzolni. Tehát ugye a két élő fegyver, amiről beszéltünk, úgy látszik azért már megvillanít az első negyedben is. Valóban arról van szó, és az kell, hogy Erős Márk merjen passzolni, és javuljon a passzjátékok. Ugye az először nagyon szépen megtalálta Erik Steffst. Most ugye Erős maga most elindul, de már ott már nem lehetett passzolni, aztán utána Erős Márk nagyon ideges, ezt most egy kicsit elnézte. Hát itt talán ez egy ilyen hátrafelé löbbölt passz lett volna a futójának, aki ment mögötte.
Hozzáteszem egyébként, hogy úgy fest, innen végül is egy hátrafele ment, tehát ez nem volt egy végül is egy elvetélt kísérlet. Ez teljesen szabályos lett volna, ugyebár, hogyha a futó elkapja a labdát. Valószínűleg erős azért bosszankodott egy kicsit, mert ez nem történt meg. Minden esetre azért nyilvánvalóan Marknak is, erős Marknak is talán több futó feladatot kell majd a nyakába vennie Rohan hiányában. Ezúttal most Novakovnak adja át, és nagyon szépen halad egyelőre az Entroners futásokkal és elkapásokkal is. Egy újabb first down szereznek a koronázók. Na hát és Rohan hiányában sem ijednek meg ugye a szélső futásoktól. Ugye Novakov nagyon szépen teljesítette ezt a playt is. Megint egy first down sikerült belőle szerezniük. Egyelőre úgy fest, tehát az Entronersnek van válasza a jó első Calvez drive-ra. Igen, és amellett, hogy ugye Roent Novakov helyettesíti, azért a futó poszton, amely, hú, ez nagyon előre ment ez a play, vagy ez a passz. Ugye futó poszton is azért van mélységük, hiszen láthattuk, hogy nem csak Novakov, hanem 21-essel Szakácsi Ákos is fönn volt a pályán futóposzton, tehát azért van még kire számítani a fehérváriaknak. Nyilván ugye Rohan dinamizmusát és erőteljes futójátékait azért borzasztóan nehéz lesz pótolni, ugye említetted Novakov azért talán stílusban nem áll Rohantől távol, de most második kísérlet jön az Entronerstől. Novakov kapja meg megint, és Németh Márton kapta előt. Ugye lehetett látni az imént a Cowbells védelmét, amiben szintén voltak változtatások. Itt ugye Kovács Richard volt az, aki a defensive back-ek közé hátrahúzódott, és Németh Márton pedig a linebacker sorba jött előre. Ez ugye érdekes változtatás, és hallhattuk egyébként Karim Trabelsitől, akit láthattunk is az imént az oldalvonal mellett, hogy nincsenek már büntetésben játékosok, tehát mindenki a lehető legtöbbet játszhat és a legjobb tudását nyújthatja. Azért ez egy nagyon szép szerelés volt. Közben erős offside, hogyha minden igaz, igen. Hagyták tovább menni a play-t a sporik. Tehát az előző Németh Marci részéről egy nagyon-nagyon szép szerelés volt. Ugye láthattuk, hogy Novakov kifelé fordult, ugye Marci le is tudott menni a blokkolójáról, de hallgassuk meg előbb gyorsan a szabálytalanságot. Offside, defense, 52-es, 5 yard büntetés, harmadik kísérlet. Ugye jó volt az, hogy ebben a helyzetben nem volt már is fújás. Egyben engedtek az Entronersnek egy ingyen játékot, hogyha erős Mark megtalálta volna az elkapóját, akkor nyilvánvalóan nem kérték volna a büntetést, így harmadik kísérlet jön. 52-essel egyébként Magyar Ádám volt a szabálytalankodó. Tehát ugye Németh Marci még visszakanyarodva nagyon gyorsan, két szóra csak. Nagyon ügyesen lejött a blokkjáról, mélyre ment a tekő során, és egy picit látható volt, hogy ki is tudta emelni Novakovot. Közben erős Mark passzol, és elkaphatatlan volt a labda. Nagyon magasan szállt, és így harmadik kísérletre nem lett meg a first down. Sándor Gergő próbált még emelkedni. De hát ez, igen, ez esélytelen volt. Volt és magas valóban. Hát most jön a kérdés, de úgy néz ki, hogy rámennek. Yeah. A negyedik kísérletek itt a HFL-ben, amikor már az ellenfél térfelén vannak a csapatok, akkor azért előszeretettel próbálják meg. Főleg ráadásul ez egy rövid yardos szituáció, és úgy néz ki, hogy meg is csinálja az Entroners egy futójátékkal. És Szakácsi az, aki átjutott azon a képzeletbeli vonalon. Igen, hát ez azért mentálisan demoralizáló lehet mindig egy védelemnek, hogyha kivédekezik az első három kísérletet. Ugye még azért eléggé távol vannak egy field goaltól. Az ember azért alapesetben mindig azt feltételezi, hogy ugyan egy passz, akarom mondani, egy pánt fog következni, de viszont rámennek és megcsinálják negyedikre. Az azért kicsit sosem kellemes érzés védő létére az embernek. Igen, ez azért még field goalra az eddig látott rúgásokat Zadger-től, hát nem biztos, hogy olyan könnyen megoldható lett volna, közben egy passzjátékkal próbálkozott erős, de nem volt pontos. Igen, ez is picit magas volt, és viszont Golita nagyon szép ütemben érkezett, ugye nagyon mindjárt meg is nézhetjük.
Erős elengedi a labdát, picit hosszú, de Golita remek ütemben csapódott be, úgymond. Abszolút félelem nélkül játszik, félelemérzet nélkül, és eddig remekül Golita, miközben oldalra, és ez bizony így fumble lesz. Nem indult el előre a labda, visszafelé dobta Erős Márk, és most már másodszorra nem igazán érzi a futójátékost mellette, és megszerzi a labdát a Cowboys. Picit talán kapkodó volt, igen. Nem is nézett nagyon oda, hogy hová akarná dobni ugye Novakov részére a labdát. Novakov meg szegény csak... És itt ugye össze-vissza pattog, Novakov nem tudja felszedni. Ellenben érkezik Kovács Richard, és ő összeszedi. Igen, a Cowboys azonnal észnél volt, és könyörtelenül ráugrottak a labdára ketten is. Hát ez egy buta hiba sajnos az Entroners részéről. És közben már ezzel a lendülettel, amit megszerezhetett a labdaszerzéssel, a Cowboys el is indul támadásban. Takács Bence megszelidíti a labdát így a könyök hajlatából, és nagyon szépen behúzza, miközben esik a földre. Hát úgy látszik, hogy Cirók az elkapó sorban mutatott lendületét át tudja konvertálni a QB sorba is, úgymond, de az irányító posztra is. Ugye erről már beszélgettünk, hogy Cirók Márton egy nagyon-nagyon klasszis elkapó, mindenképpen a top játékosok között van Magyarországon, aki nagyon fontos pillanatokban a legjobb játékát tudja elővenni, de most jelen pillanatban annyira bő a Cowboys elkapó sora, hogy összességében ez áthidalható ezzel, hiszen talán így Ciro klasszisa éppen kidomborodhat irányító poszton is. Igen, és pontosan van merítési lehetőség ahhoz, hogy egy új első számú elkapó játékos lépjen előre, és hozza esetleg azt a lendületet, azokat a pontos játékokat, amiket eddig Ciro hozott elkapóként. Láthattuk egyébként Vári Tamást az oldalvonal mellett, ő ugye nyilvánvalóan várja a lehetőséget majd. Közben Cirók gyorsan elengedi, és ott jöhetnek a blokkok, nem volt túl sok belőle, azért egy pár yard így is jön Takács Bence elkapása után. Az előbb azt mondtad, hogy várja? A lehetőséget. Ugye, ahogy említetted a Cefül mérkőzésen az előző hétvégén a Gdynia ellen, ugye csak pár snappet volt fent a pályán Vári, már akkor nem ő volt a kezdő irányító. Ugye neki ott a Miskolc Steelers elleni második negyedben volt valami hullámvölgye, ami úgy néz ki, hogy hosszabb ideig kitart. Úgyhogy ilyen módon ez egy érdekes kérdés. Folyamatosan azt hiszem, hogy érdekes kérdés lehet majd a Cowboysnél az irányító kérdés. Közben megint Takácsot veszi elő Cirók, és úgy néz ki, hogy ez a kapcsolat jól működik. Jól operálnak ezekkel a gyors passzokkal, ugye snap után egy play action fék, aztán azonnal föltekint Cirók és kidobja oldalra. Nem is kell, hogy valóban igen, megint Takács, nem is kell, hogy ezeknél hosszabbakra, illetve ezeknél úgymond lassabb kivitelű passzokra menjenek rá, ezekkel egyelőre magabiztosan tudnak haladni. Néha, ahogy az előbb is mondtam, beiktatnak egy-egy futást, tökéletes a ritmus. Ugye azt se felejtsük el, hogy az előző két Cowboys mérkőzése mindannyiszor elég komoly hátrányba kerültek a fehérmezesek, hiszen közben hoppa, ott kijött a labda! Kijött a labda, és lehet, hogy az Entroner szerzi meg! Igen, nagyon örülnek. Na, mit mutat majd a spori? És az Entroner szép! Az Entroner szép, itt a hivatalos kézmozdulat! Visszaszerzi a labdát a hazai csapat. Pedig már éppen akartam volna mondani. Igen, ott Péter Csaba. Szilai is ott van, igen. Aki bevetődött. Cirók vesztette el a labdát, és utána nem nagyon tudott már a közelébe érni. Péter Csaba. Bizony, bizony. Kanalazza össze végül. És aztán utána még Hector Miranda Banuelos próbálja megmenteni az irányítóját. Ugye a mexikói játékos, a baloldali tackle. De ő már nem tudta visszaszerezni. Labdát veszít a Cowboys is, és ugye éppen azt a mondatot akartam befejezni, hogy a Cowboys ugye az utóbbi két mérkőzésén igen komoly hátrányba került,
most azonban vezet, és akár meg is erősíthette volna ezt 0-7 után. Most megint az Entronersnek van lehetősége visszatámadnia. Igen, és egyúttal erős Márk kicsit talán fel is lélegezhet, hogy a hibájából végül nem kerültek fel pontok ellenük, úgyhogy most azért javíthat még egyet. És ugye, amit az előbb nem sikerült, talán most saját maguk javára írnak föl pontokat. És ahogy láthattuk, megint egy nagyon szép utójáték a Novakov, középen tudott elmenni. Tehát ott azért jobban kellene zárni a Kabel defense falának, hogy ezeket meg tudják akadályozni. Megint Novakov kapja meg a labdát, egyelőre nagyon jól működnek a futások, gyönyörűen megnyitják az utakat is. És Novakov pedig úgy néz ki, hogy első számú futóként, ha érzi ezt a fajta bizalmat, akkor bizony működik a futójáték. Remekül fut. Ott megy egy húzás jobb oldalra az Entroners gárdjától. Hartai Gábor az egyik szerzemény, új szerzemény, aki most ugye ott van jobb oldali tekölként. A Horváth György a center, szintén ugye láthattuk a kapitányok között. És úgy néz ki, hogy ez a fal most egészen jól dolgozik. Bizony, Fehérvári oldalon. Horváth Gábor, vagy akarom mondani, hogy Hartai Gábor golyó nagyon szépen. Hoppá, és közben megint kijön a labda! Kijön a labda! Azt a mindenit! Kinél van? Visszaszerzi a Fehérvár. Igen, pont Hartai, akiről szerettem volna beszélni az előbb. Ugye Hartai Gábor golyó. Aki a tavalyi szezont követően elfogadta a Fehérvár invitálását, és a Gladiatorsből érkezett ide. A szezon elejét kényszerű volt kihagyni, ugye egy térd műtéten esett át, tehát az első, és ha minden igaz, a második fordulóban sem volt lehetősége pályára lépni. Ő is egy nagyon nagy adaléka ennek a fehérvári offense falnak, és nagyon nagy segítség, egy rutinos és erős játékosról van szó. Szakácsi, ő is talál területet, és aztán utána leviszik, a first down határán vannak, de úgy néz ki, hogy már át is ér Szakácsi ezzel a futással. Egyébként az imént azt lehetett látni, hogy erős nem tudta egész jól magához szorítani a labdát, és Arató, ugye a rutinos játékos a Cowboys-ből, láthatta a lehetőséget, és ki tudta ütni a labdát, itt pedig Szakácsi futása, és aztán utána Golita lassította le, és állították meg így az Entroners játékát. Hát igazából eddig az van, hogy bármerre tud futni az Entroners, akár jobbra-balra szélre, akár középre, mindenhol van keresni valójuk, és igazából talán a Cowboys front sevenjéből picit a sebesség hiányzik, hogy ezekre odaérjenek. Novakov, ott is átszök el, és megint a first down határán, de meg lesz még az. Mindig talpon van. Még talpon van, és aztán utána viszik ki oldalra. Hát nagyon-nagyon szépen termeli a first down-okat az Entroners. Ez az az erőszakosság, amiről az előbb beszéltem Novakov Dávid részéről. Egyszerűen nem hajlandó lemenni a földre. Hiába csüngnek rajta ketten is, hárman is, ő még mindig akar tovább menni. Lássuk csak, ott van rajta Horváth Gergő, Törzsök is, ha jól látom, Golita, Németh Marci, csak próbálják visszatolni végül. És ott lehetett látni, hogy már a lába is meg lett fogva, és kihúzta abból a présből. Novakov egyelőre remek teljesítményt nyújt a fehérvári futó. És akkor úgy néz ki, hogy az első negyed vége. Vége az első negyednek. 7 pont, de úgy néz ki, hogy mind a két offense igen, csak produktív termeli a first down-okat. 0-7-ről folytatjuk nem sokára. A Cowboys 19 yardosáról folytatódik tehát az Entroners támadása, és a második negyed kezdődik el ezzel. Eddig nagyon-nagyon ígéretesen haladt az Entroners offense, most erős megtartja magának, de hosszan dobja meg. Hát pedig ez ajtóablak volt. Nem volt már mélyen védő. Ez egy sima touchdown lett volna. Ugye egyelőre az, ami érdekes, hogy amikor ugye működik a futás, nyilvánvalóan jobban lehet használni a passzjátékot, de egyelőre a passzjátékban az Entroners nem kimagasló. Persze nyilvánvalóan nem kell ezt erőltetniük
ezt a játékelemet, hogyha ennyire jól fut Novakov. Az első negyedben majdnem 60 yardot termelt. Így van, 5 futásból, akarom mondani, 8 futásból 58 yard. Ez egy bő 7 yardos átlag. Nagyon jó. Kívánhat is, se lehetne jobbat szerintem. Most erős már megtartotta. Maga indult el. Ott Magyar Ádám szépen leválta a blokkoló falemberéről, vissza tudott lépni és elkapta Erőst. És jött természetesen Törzsök is segíteni, a védelem kapitánya, az előző idény legértékesebb játékosa. Harmadik és 7 yardot kell még megtenni Fehérvárnak a first downig, illetve ahhoz, hogy tovább tudják támadni a Cowbell szenzónja. Erős, és eladja! Eladja Erős már! És lehet visszavinni Németh Márton! Erős tudja kitenni! És hát Németh Márton, aki ennek a mestere, az előző szezonban 3 touchdownt is visszavitt, megint megvillan. Nagyon átlátszó volt ez a passzjáték. Egyszerűen ebben nem tud előrelépni a Fehérvár. És az endzón torkából menti meg a csapatát, illetve a csapatát a TD-től Németh Marci. Nagyon szépen azt a mindenit, nagyon szépen ért oda. Hát Pixix végül nem lett belőle, Erős tudta menteni a helyzetet, de így is a Fehérvár 40 yardos vonaláig, 41 yardos vonaláig vissza tudta vinni a labdát Németh Marci. Nagyon ígéretes helyzetben, tehát elkezdheti az újabb támadását a Cowbells, és labdavesztések itt is, ott is, miközben sem Kocsisnak, sem pedig Mészárosnak nem jó ez a labda. Hát úgy néz ki, hogy elképzelhető, hogy a labdaszerzéseken eldőlhet ez a meccs, csak a labdaszerzéseken? Hát ha nem is kifejezetten csak a labdaszerzéseken, de a védelmek produkcióján feltétlenül. Úgyhogy valóban egyelőre ez a védelmeknek a harca. Úgy tűnik a mérkőzés eddigi folyásából. Most már ez a harmadik labdaszerzés. Jók! Védelem. Hoppá! Tóth Dávid közelébe dobta a labdát, és Krasznai Balázs tud arról mesélni, hogy ugye éppen, ha már Pixixekről van szó, Tóth Dávid szerzett egyet. Igen. A Dunajváros Gorillaz elleni mérkőzésen. Gyakorlatilag egyébként az volt az utolsó TD, amire már nem tudott mit felhozni a Gorilláz, és bizony ott volt a kesztyűi között Tóth Dávidnak ez a labda. Igen, mint hogy egy picit rövid lett volna a passz, és Szabolcskának meg kellett torpannia, és vissza kellett fordulni, hát ugye ezt használta ki a fehérvári védő, és hopp, és most egy szek. Írók, meg is van a szek bizony. Régen ott volt egyébként, meg is az első igazán nagyon komoly nyomásgyakorlás a Cowbells irányítóján. Igen, pontosan ahogy mondod, eddig hiába emeltük ki még a mérkőzés előtt, nem volt az a nagy nyomás, amit vártunk. Hát itt az első, és ez egy bő. Nem is tudom, mennyit hoztak belőle. Mármint így a védő oldalról a szekket követően, de ez egy jó jelentősen hátraszorult ebben most a Cowbells, és hát nyilván el kell pántolják most a labdát, és közben ugye vár, itt láthattuk a kamerán. Nem valószínű, hogy utoljára, bár itt ugye lehetett látni, hogy az eddig jól dolgozó Cowbells támadó falat eléggé csúnyán benyomták. Igen, eddig Cirok Marci ügyesen dolgozott, közben azért repült egy zászló. Tehát most ennyitől azért még nyilván nem várhatjuk azt, hogy újabb irányító cserére kerülne sor. De hát nyilván érdekes szituáció ez minden esetre a Cowbellsnél. Block in the back. Visszahordó csapat. 83-as játékos. 10-0 büntetés, első kísérlet. Ez az Entronersnek nem jött most jól a punt után. Ugye a védelem megtette a magáét, és hátrébb szorította a Cowbells, ráadásul ki védekeztek egy újabb támadó sorozatot, és ugye
ilyen 0-7-es hátrányban, amíg az Entroners offense megkapja a lehetőséget, és maradnak a futásoknál, ami működik, akkor összességében a sötét kékmezesek bizakodhatnak, hiszen abszolút látótávolságon belül vannak. Ez így igaz, csak be is kéne tudni fejezni ezeket a támadásokat. Tehát hiába jutnak el a red zone-ba, illetve az end zone legközelebbi közelébe, úgymond. Hát, hogyha nem tesznek föl pontokat végül a támadások végén a táblára, akkor igazából hajukra kerhetik ezeket a jó játékokat, csúnyán mondva. Hoppá! És megint majdnem egy eladott labda, Törzsök! Odaugrott és legalább leütötte. Itt ugye ez egy olyan pozíció, ahol már lehet Pixix veszély és egy érdekesség. Bamfi helyére Cseperkáló érkezik. Nem szokatlan, hiszen gondoljunk bele, a 2017-es HFL döntő a Hungarianból hogyan dőlt el. Ugye Cseperkáló vitte le Jordant a földre. Igen. Az utolsó játékban. Most bevetik tehát a veterán futójátékost. Igen, Cseppit nagyon előszeretettel lehet használni a defense falban is. Hoppit közben újabb erős már megindulás lett volna, vagyis egy labda megtartás inkább pontosabban. Hát ez így mínusz yardot hozott az Entronersnek. Láthatóan azért nem érzik magukat igen komfortosan ott a saját célterületük előterében a sötét kék mezesek. Igen, tehát ahogy beszéltük, hogy a front sevennek is nagyobb, a Cowboys front sevenjének is nagyobb hatást kell gyakorolnia a fehérvári támadósorra, hogy azért jobban dominálni tudják a saját játékukat. Egyébként az előbb Törzsök nagyon szépen ment hátra a zónájában, és a húzónában kivédekezte a Tóth Csabi felé menő paszt. Ilyenek kellenek a továbbiakban is. Erős, passzolni készül, és el is engedi, de túl hosszan. Tóth Nándor irányába ment a labda, az első mérkőzésen nem szerepelt Tóth Nándor egy sérülés miatt a Wolves ellen. Ő azért egy megbízható elkapó játékos volt tavaly a Divízió 1-ben, úgyhogy egyáltalán nem csoda, hogy Erős Márk mondjuk őt keresi. Hát odaért hozzá. Az utolsó pillanatban engedte el a labdát Erős. Törzsök. Törzsök ott volt bizony a nyakán. És megint egy pánt következik. Fúj a szél egyébként. Igen, nagyon kevereg. Cowboys, első csapat időkérés. A hátralévő idő 8 perc, 53 másodperc. Szóval azért ez is befolyásolhatja a pántokat, illetve azért a passzjátékot is természetesen. Hey, you gotta next play, you gotta show the ref. This is a holding, isn't it? Let's go, guys, go, guys. Hey, 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 guys. Special team, good, Jerry. Guys, do not touch the punter. Thank you. Okay, rugby the ball. Okay, visszaordjuk. Megcsináljátok faszát. Most hát, valahívás. Egy ember advance. Hol van Hector? Ez a one-ban. A több hülyek a rövidóra a plázma. Oké? Hát hallhattuk, hogy... Nem szabad megérinteni a Panthert, ez volt ugye a legfőbb felhívása Karimnak elsősorban, és ugye még itt, ha jól láttam, Bamfi szerelésén próbált valamiféle bizonyítékot találni holding nyomokra. Így igaz, azért a tőle megszokott temperamentumos stílusában reklamált a Sporiknál. Nehéz helyzetből jöhet tehát az Entroners pántja. Meglehetősen. És itt azért nagy bravúr lenne mondjuk egy blokk. Például. Sokan voltak. Uh-huh. Substitution infraction, defense, 12 ember a pályán, 5 yard büntetés, egyedik kísérlet. Hát itt időkérés után ez egy érdekes dolog. Igen, ez egy elég nagy hiba, és hát ezzel most ajándék teret adtak ezzel a fehérvári pánt csapatnak. Innen azért már sokkal könnyebb szívvel lehet elrúgni azt a labdát. Lássuk. Pant pedig jól pattog az Entroners szempontjából, visszahordani nem akart a Takács. Úgyhogy a saját 40 yardosáról jöhet majd
a Cowboys, és hát egyelőre azért megküzd a címvédő csapat, bizony az Entroners védelmével is megküzd, és hát bizony maga a Cowboys védelem is megküzd az Entroners futójátékával, úgyhogy egyelőre egy szoros és kiegyensúlyozott mérkőzés. Így igaz, és hát egyelőre összesen 7 pont került föl a táblára, tehát még abszolút semmi nincs eldöntve, illetve hát ugye már csak azért sem, mert még elég sok van hátra a mérkőzésből. Fél időig is több mint 8,5 perc. Viszont most újra a Cowboys fog támadni. Lássuk. Szirok végül az utolsó pillanatban átadta, és... Régen vitte volna vissza. Royáknak éppen az utolsó pillanatban belenyomta a kezébe Cirok, ugye látta, hogy jön a veszély, megint nagy volt rajtuk a nyomás, na lássuk. Hát ott most beled borítva a Cowboys offense fal, és 100 Csabiért oda, ha minden igaz, 93-assal igen. Így van, és Royák térde. Gyűrik. Ott volt lent, igen, és lent azután volt. Jött ki a labda. Cirok, jön a passzjáték, és sikerült még beleütni. Kocsis mögé jött egy kicsit, viszont nem kizárt, hogy mentett vele valamit. Sárga zászló is van a pályán. Itt most úgy hallatszik, hogy a helyszíni speakertől is, de... Personal for Csoblok, offense, 76-os játékos, 15 yard büntetés, második kísérlet. Kispál Gábor a center. Igen, Timothy McGinn, ketten is védekeztek, ugye ketten is meg akarták blokkolni, csak az volt a hiba, hogy az egyik falember derék alatt, a másik pedig derék fölött szerette volna ezt megtenni, és ez egy eléggé balesetveszélyes játék, illetve szabálytalansága legnagyobb mértékű büntetéssel sújtják ezt. Így van, ennek megfelelően ezzel a Cowboys. Harmadik és 31 jön, nagyon visszaszorult a Cowboys. Második és 31, így van. Most kicsit, mintha a figyelmetlenség lett volna úrrá itt a csapatokon. Mert most megint valami zászló röppenés történt. Foster, offense, 76-os játékos, 5 yard büntetés. Második kísérlet. És úgy néz ki, hogy másodszorra is Kispál Gáborra dobják az ászlót. Ő most egyelőre itt azért pár yardot visszafele haladta a Cowboys-szel. Konkrétan a saját red zone-juk kellős közepébe kerültek ezzel a két szabálytalansággal egy csapásra. És így akkor már második és 36. Rettenetesen nehéz helyzetbe került ezzel a Cowboys. Hosszú játékokkal kellene operálni Cirok. Legalább azért egy kicsit úgy a nehezebb helyzetből kihozta Cirok a labdát, de hát harmadikra egy továbbra is egy nagyon-nagyon hosszú yardos szituációt kellene majd megoldani a Cowboysnek. Szépen elterelték Megit, aztán régen indult Cirok után, és vitte le aztán a földre. Jött egy kis segítség Goricsán Máriótól is. Igen, és látható volt, hogy Megit duplázni szerették volna, hogy a Kispál Gábor lépett oda balra Lauber Tamás mellé, hogy besegítsen neki. Harmadik és 26. Cirok. Hát, jó a passz. A passz jó, de azért összességében ennél többet nem akartak kihozni ebből a vendégek, mint hogy egy kicsit még kijebb jöjjenek. Itt a first down-ra nem volt esély. Igen, itt legalább azt el tudták kérni, hogy egy biztonságos távolságból, saját endzónjuktól biztonságos távolságból tudják majd elpántolni a labdát. Föl is állnak a csapatok már közben. És ketten várják hátul majd a pántot. Yeah.
nyilvánvalóan az egyikünk majd ugye blokkolni fog annak, akihez ténylegesen odaér. Hát nem túl hosszú ez a pánt ellenben, annál magasabb ívű. Legalább a Cowbells pánt csapata oda tudott térni, nem is akarta összeszedni a Fehérvár, de ha minden igaz, akkor ki is pattant a pályán kívül. A 41 yardosról indulhat majd az Entroners. Egyelőre nagyon-nagyon jól működik most az utóbbi időben. Gyakorlatilag az első Cowbells drive-ot leszámítva jól működik az Entroners védelme. És ugye a középen látható úriembernek, Kovács Sanyinak óriási munkája van ebben, hogy azért összességében az első fordulóban láttuk ezt az Entroners defense, és hát ott ugye a Wolves azért eléggé darabokra szedte, komoly utat látszik bejárni az Entroners védelme. Ezúttal most a futójátékot visszaszorítják, Szakácsi kezébe került a labda. Egy yardot talán, hogyha ki tudtak ebből sajtolni. Igen, és most azért a Cowbells is lezárta a belső lukakat, tehát nem engedett átjárást. Jó volt a nyomás belül. Megkapja a labdát a futó, keresi a lukat, de be van ott tömve minden. Második és 9. Erős, ezután megint megy oldalra a passz, és hát a labda ilyen kis rövid mozdulattal, ugye ebből lett a baj korábban egy labdavesztés formájában. Szakácsit használta megint. Igen, szeretik ezt a játékot a fehérváriak, ugye itt arról van szó, megkapja a snappet az irányító, erős már, és a futóval együtt ugyanabban az irányba indulnak el, hogy a futó egy nagyobb bívben, erős már közben ugye olvassa a falat, illetve a védőket, hogy ki merre megy, ugye kinek a felelőssége, és aki ugye üresen marad, azt tartja meg a labdát, illetve annál lesz végül a labda, és most erős már úgy döntött, hogy lepött szinti a futónak. Ez volt az ő benyomás, vagy az ő megítélése szerint a kedvezőbb. Harmadik és 3 volt egyébként, egy sárga zászló biztosan bent van. A first down az megvan, de valószínűleg egyébként bemozdulás lehetett a Cowbellsnél. De Novakov kierőszakolta emellett a first down-t ismét. Zászló ide vagy oda. Offside defense, 52-es. A védelem csapat a büntetés nem kéri. First down. Magyar Ádám bemozdulása volt, tehát ott a másik oldalon valóban. Elsőre is lehetett látni. És így akkor mehet tovább az Entroners, amely át is ér. Ismét a Cowbells tér felére. Novakov most bent, Novakov, Törzsök van ott, és azonnal teperi is le az Entroners futóját. Törzsök most nagyon szépen odaért egyébként, és ezt hiányoltuk tőle eddig. Novakov indul a szélre, de Törzsök jó útemben olvassa, és ér oda végül. Nem is volt ugye azon az oldalon elkapó, egyedül tight end állt föl bal oldalra a fal mellé. Az Entronersnél ugye ez emiatt ugye beljebb is csúszott a Cowbellsnek a védősora. Második és 9. Szakácsi. Középen. Szakácsi nagyon dinamikusan, és aztán elejtette a labdát, de már nem volt sípszó. Bizony. De már vajon lent volt-e a lába? Na. Horváth szedte össze, úgy fest. Igen, és akkor most ez egy érdekes szitu lesz. Ugye egyébként megint fejlődtünk egy kicsit, és még a kezében, ott még a kezében van. Hát... Len van a térde. Ott, ahogy nem, egyébként, ahogy próbálta előre nyújtani Szakácsi, egy felesleges kockázatot vállalt ezzel. Szóval, hogy továbbra is van fejlődés ugye a bírói csapat is konkrétan. Az előző kísérletet visszanézzük. A pályáhozott ítélet fumble, amit a Cowbells szerzett vissza. Ugye hallhattuk a bejelentett ítéletet, de Udvardi Gyula személyében azonnal ugye a referének, tehát a vezető bírónak a fülére szólnak,
amennyiben van egy visszanézhető ítélet, úgyhogy... Itt van tehát akkor Szakácsi. Ugye az azért lehet, hogy hát láthattuk, hogy Szakácsi még gyakorlatilag egy másfél yardot próbált meg kihozni abból, hogy előre nyújtotta a labdát, de így a labda biztonsága került veszélybe. Igen, ez abszolút nem lett volna fontos ilyenkor azért valóban, hogyha már az emberen csüngnek, és még ugye szeretne azért előre haladni, akkor mindenféleképpen a labda biztonságára kell elsődlegesen fókuszálni. Nem szabad kitenni ilyenkor felesleges veszélynek a labdát. Be kell húzni, kettő kézzel kell ugye rá nehezedni, illetve kettő kézzel kell behúzni a testhez, hogy még csak véletlenül sem merüljön fel ilyesmi, hogy esetleg kiüthessék a kezéből, de hát majd most kiderül végül, hogy mi lesz az ítélet. De mi azért innen úgy láttuk, hogy ez mégsem volt fumble, mert azért nem volt a térde a futónak. Ugye az egy héttel korábbi mérkőzésen nagyon jó ütemben videóztak, azt hiszem minden esetben, és jó döntések születtek, úgyhogy ez a videóbírózás megint ezt szolgálja majd. Ugye ott van lent a térde, és még ott van a kezében. De hát ugye valóban ez az előre nyújtás, ez ugye ilyen veszélyes helyzeteket teremthet. Nyilvánvalóan azért Szakácsinak erről szólni fognak, hogy lehetőleg felesleges kockázatot így már ne vállaljon. És akkor jönnek vissza a játékvezetők a hivatalos döntéssel. A pályán hozott ítéletet megváltoztatjuk. A labdavívőnek lelét a térde, mielőtt elvesztette a labdabirtoklást. Harmadik kísérlete következik a hazai csapat. Úgyhogy ezt most Szakácsi megúszta. Nyilvánvalóan azért egy tanulsággal gazdagabb lesz. Igen, és hát ismét el kell mondjuk, hogy nagyon jó döntést hoztak a sporik azzal, hogy elvitték videózni ezt az esetet. És azt is, hogy nem fújtak bele már is. Megvolt a lehetőség. Bizony. A Calvesnek megszerezni a labdát. És aztán miután visszanézték, meghozták a jó ítéletet, úgyhogy összességében azt hiszem, hogy megint egy remek ítélet született. Igen, azért a bírók is belejönnek egyre jobban ebbe a videózásos dologba, ahogy halad előre a szezon. Hozzáteszem, hogy ugye azért elsősorban ez majd azt hiszem a vezetőedzők felelőssége kell, hogy legyen majd, hogy mikor dobnak be ilyen helyzetekben zászlót visszanézésekre. Hát nyilván, amikor majd elsősorban erre a szabályok lehetőséget adnak. Így van. Természetesen. Abban a pillanatban. Közben sárga zászló megint. Full start, offense, 68-as, 5 yard büntetés, harmadik kísérlet. Ej. Kovarik Zoltán, a baloldali gárd, aki bemozdult. Ez most egy felesleges hiba volt, mert azért a harmadik és rövid yardos szituációról jöttek volna, ha egész pontosan ugye a harmadik és kettőről. Most ugye hátrébb szorultak 5 yardot még pluszban, tehát azért már mindjárt más képet fest ugye a harmadik lehetőség. Mindjárt más play-t kell hívni. Az utolsó 3 percen belül, most már a második negyedben, egyben az első fél időben, és az Entroners harmadik kísérlete. Nagyon szépen. Novakov ott most sehova. Nagyon szépen lépett föl. Azt hittem, hogy törzsök, de nem, hanem Fróna Levente volt az 56-ossal. Lássuk. Ott van egy kereszt a bal oldalon. Nagy luk nyílik, de ezt Fróna meglátja. Vélhetően az ő oldalán, hogy ez a gyenge oldal volt. Nagyon szépen föllép, és egy az egyben open fielden meg tudja csinálni a tackle-t. Nagyon jól haladt a Fehérvár Entroners futójátéka, és aztán ott az eladott labda, amit ugye a német Marci húzott le. Ez minthogyha egy kicsit a first down-nak számát is megcsappantotta volna az Entronersnél. Igen, lehet tulajdonképpen ezt mondani. Valóban itt, ahogy mondtuk, azért a védelmeknek...
mi történt közben. Belefújtak a bírók. Delay of game. Offense. Jó. 5 yard büntetés. Harmadik kísérlet, negyedik kísérlet. Tehát ahogy így megy előre, halad előre fel a mérkőzés, azért úgy lehet észrevenni, hogy a védelmeknek a dominanciája és a védelmeknek is a meggyőző... 7 perces figyelmeztetés, a hátralévő idő 1 perc 59 másodperc. Meggyőző játéka is egyre jobban növekszik, és hát ezzel ugye azért a támadások hatékonysága is valamelyest csökken. De ez talán azért mind a két oldalon el lehet mondani szerintem. Hátrébb szorul egy kicsit az Entroners, úgyhogy onnan pantolhat, de azért ez még nem olyan rossz helyzet. Hoppá, egy kicsit magas volt ez, de aztán utána még sikerül elrúgni. Megint szüksége lesz majd az Entronersnek egy jó pattanásra ezúttal, most ez nem volt annyira kedvező. Úgyhogy a Cowboys még az utolsó két percen belül hát megkapja az esélyt, hogy végig menjen a pályán. Gyakorlatilag az első drive-ot leszámítva, amikor nagyjából egy fél pályát kellett menniük, azért nem haladnak annyira jól. Igen. Megnőtt a nyomás az Entrones falában is, vagy falától is. Ugye Meggy elkezdett picit azért dominálni, ugye ott van Jay Reagan, ugye ketten együtt a két oldalon, ugye Reagan ugye erős oldalon end pozíció, és Meggy... Kocsis irányába ment a labda. Cirók engedte el gyorsan, de most nem nagyon kerültek hozzá közel. Igen, egy quick slant volt, ha minden igaz. Kocsis nagyon szépen belépett a zónába. Az elkapó és a labda közé nézzük csak. Odaért azonnal Zilai is. Mondani. Úgyhogy második kísérlet jön. Utott, igen. Cirók elindítja oldalra, és ott van Mészáros kezében, és ráadásul Mészáros first down szerez, sőt sokkal többet. 40-essel Goricsan Mário járt arra. Próbálta leütni a labdát, de nem érte el. Ott volt a testcsel Mészárostól, és aztán utána még jó pár yardot tudott hozni ezzel. Olyannyira, hogy a fél pályán is átjöttek. Mészáros azért ezen a mérkőzésen már kezd olyan játékot igen, mutatni, igen, amit elvárhattak tőle. Igen, mutatja már az első fordulótól kezdve. Ismét újabb passz, Mészáros ezt lehúzza, Zilai gyönyörű ember érkezett. Jött, gyakorlatilag egy egyjardos haladás így. Szép tekölt mutatott be már. Még az elkapás pillanatában, ugye meg kvázi Mészáros a levegőben volt, amikor Zilai odaért. Egy flat routon. Szépen ugrik föl Mészáros, de hát Zilai ott van. Nagyon jól, nagyon szépen levédekezte azt a zónát. És szerencsére ugye Zilai első fordulóban összeszedett sérülése sem lett súlyosabb. Időkérés, ezért... Kábelsz, második csapat időkérés. A hátralévő idő 1 perc, 4-es másodperc. White post, get right, 5 steps is right in between the free safety and keep them on. Okay, hey, Benson, if he presses you, you just run a go. Yeah. If he's outside, you gotta go slant and go. All right, guys? Quick step though. What we have here, right here? If, yeah, what we have here, first what we have here. After, if it's not there, you gotta go to that post. That you say, so one, two, and then the seam. Yeah, Trip's right. He's running like a long slant. Five steps, okay. Last six. Okay? Look at the body position of the ball on this side. Let's go, guys! Jöhet tehát majd második kísérlettel a Budapest Cowboys, és a vezér szurkolója is azt várja a csapatnak, hogy haladjon még előre a bajnoki címvédő.
És azért most elég részletes instrukciókat hallhattunk Karimtól. Tehát azt el tudjuk mondani, hogy ez egy passzjáték lesz, ahogy ugye látszik is, hogy Cirok szépen hátra lép. Cirok elindítja, és meg is van az elkapás! Takács Bence! Ez igen. Megverte az emberét, és gyönyörűen érkezett a labda. Ez igen. És no huddle-lel mennek tovább, de Cirok már kalimpál, hogy gyorsan álljanak föl a labdára. Igen, olyan túl sok idejük nincs, igaz, egy időkérésük még igen. Ugyanakkor, hogyha szépen sáfárkodnak az idejükkel, akkor bizony... Hát elég idejük van ahhoz most, igen, közel vannak. Akkor bizony, ez még bőven meg lehet, és sikerül leütni! Nagyon szép védekezés. Mézes Ádám! Nagyon szép védekezés volt. Igen, az előbb az időkérésnél ugye hallhattuk, hogy Karim külön odafordult Takács Bencéhez. Ugye alapvetően egy post-route-ra akarták játszani ezt a passzjátékot, amivel ugye ilyen közel kerültek, de külön kiemelte Takácsnak, hogyha őt megpresszelik ugye a vonalon, akkor fusson egy flight, és hát ugye ez végül hozta meg az eredményt. És a sebességkülönbséget kihozta, ugye, ha jól láttam, Tóth Dávid védekezett vele szemben, és gyönyörűen megnyerte a vele szemben folyó párharcot. Gyakorlatilag egy olyan jó másfél lépés volt az előnye. Na de Cirok megint passzol, és ezúttal megvan az elkapás, és a touchdown Zax Norbert! Hát igen. Cirok jogosan örül. Azért az NFL szurkolók számára nem feltétlenül ismeretlen kézmozdulattal hátralép. Zax egy 5 és ki, vagy 10 és ki. Routtal ment, most így sajnos nem tudom mondani pontosan. De igazából talán ezt elnézik. Hát az elképzelés ugye ugyanaz a lényeg az ebben az esetben, hogy mennyire volt mélyen a zónában. De az elkapás sikeres volt, és hát viszont... ez mellé ment. Nem jó. Nem jó az extra pont. Úgyhogy nem lesz 14-0, 13-0-ra vezet ezzel a Cowboys. Ugyanakkor szerintem... viszont az első félidő első és nagy valószínűséggel utolsó drive-jából pontot szerez a vendégcsapat, és ez egy kicsit így megnyugtatóbb előny. Így ugyanakkor azért még a Cowboys védelmére vár egy feladat, hiszen azért van még pár másodperc. Kifelé kacsázott a labda, és így Fóra Camillo második extra pontja hibázik. Az élettől függetlenül szerintem elégedettek magukkal a Cowboys oldalvonalánál, mind az edzők, mind a játékosok. És ugye azt se felejtsük el, hogy a HFL-ben ebben a szezonban Cirok Marcinak megvan az első passzolt touchdownja. Bizony. Az első futottánál követően ugye megvan az első passzolt is neki. Sőt, ugye már hát természetesen láthattuk ugye a korábbi fordulókban, ugye elkapott touchdownja is volt már, tehát ismét megvillantotta sokoldalúságát. Így van. Még azért maradt fél perc ugye a fél időből. Kérdés az, hogy az Entronerszevvel szeretne valamit kezdeni. Igen, ez ugye egy erőltetett előrehaladás lenne, ugyanakkor közben sárga zászló volt nyilván a kirúgás után. Kick-off out of band, rúgó csapat, 5 yard büntetés, és a 35-ösre kérik a labdát, first down. Úgyhogy összességében azért a Cowboys nagyjából arra számol, hogy ezt a nagyjából fél percet az Entroners azért a saját térfeléről támadhat, vagy kezdheti a támadást, és hát most vagy az van, hogy az Entroners tényleg inkább a biztonságra megy, ugye az időkéréseik megvannak, de hogyha a passzjátékot erőltetik, az nem biztos, hogy megéri. Ettől függetlenül erős, most megkapja a védelmet, de rövid nagyon a passza. Rövid volt. A 14-es a Tóth Csabinak címezte ezt a labdát erős. Ugye ő is egy új szerzeménye a fehérvári csapatnak, hogy tavaly még a Budapest Wolf színeiben szerepelt Tóth Csabi. Idén ő is úgy döntött, hogy inkább Fehérváron szeretné folytatni a játékot. Rögtön kezdő elkapóként számítottak rá. Második kísérlet. Erős. Most azért van rajta nyomás.
Ugyanakkor sikeres a passz. Hát igen, itt. Így van. Itt arról volt szó, hogy a le kellett térdelni ahhoz, hogy elég mélyen legyen, mert ugye alacsony volt a passz, el tudja kapni a labdát. És azonnal, amint ugye más testrésze leér, ott vége így a az játéknak, és Bakonyvári úgy néz ki ezt a szabályt, nem tudta, mert hogy méltatlankodott a továbbhaladásánál. Igen, hát az elkapás pillanatában még lent volt a térde, nyilván arra próbált játszani, hogy közben fölemeli, de ez nem történt meg. Úgyhogy igazából ezzel most hátrébb szorult az Entroners. Erős, hosszú most megdobja hosszan, igazából tét nélkül. Nagy Kevin próbálta Bakonyvárit kizárni a játékból, elkaphatatlan volt a labda, ezt mutatják a játékvezetők. Na. Hát szerintem lent van. Ez még éppen a lábszára. Nem lehet egyértelműen eldönteni. Minden esetre azzal így nem tudott előre haladni az Entroners. Erős Mark passza viszont nem volt jó a következő játéknál. Hát, ugye negyedik kísérlet. Kb. 5 másodperc lehet. Időkérés, Fehérvár, első csapat időkérés. A hátlévő idő 3 másodperc. Akkor 3. Hogy 3 másodpercből mit lehet kihozni? Gyakorlatilag ez a kérdés most, hogy mit talál ki a hazai csapat. Akkor tripla oldalra az Ákosnak egy screen. Tripla oldalra az Ákosnak egy screen. Blokkoljunk végig. What if they could intercept it and take it? You know what I mean? Nem kell interception, csak játsszunk egy jó játékot, jó? És menjen le a 3 másodperc. Igen, kurvára koncentrálj, hogy legyenek meg a blokkot. Akkor hogy legyenek? Balra, bal tripla, tripla söpt. Ha ki megy vele, akkor Eric Steffs, akinek azt hiszem, hogy egész komoly rutinja van az amerikai futballban, megemlítette, hogy itt már akár el is lehet adni végül is talán különösebb teher nélkül, hát ha egy bevállalósabb játékot játszana az Entroners, hát screen játék jön majd, és a blokkokat várja Pál Tibor Kornél, úgyhogy inkább egy konzervatívabb játékot képzelt el az Entroners vezetőedzőjeit utolsónak, és a blokkokat várja a játékban. Igen, itt azért nem volt megegyezés kettő közé, Steffs azt akarta volna, hogy csak simán letérdeljenek, hiszen összvisz van hátra 3 másodperc, Pál Tibor Kornél pedig azért szerette volna még ezt a maradék időt eredményesen lejátszani, ugye egy screennel az egyik oldalra. Ezt Steffs nem igazán értette. Hisz. Időkérés, Fehérvár, második csapat időkérés, a hátlévő idő 3 másodperc. Hisz rámutatott. Ezt most érted? Hát nem. Ami történik? Nem, de majd mindjárt kiderül, lehet, hogy Steffs kért egy időt. Gyorsan, hogy megbeszéljük még egyszer, mert ezért csak nem akar engedni. De egyébként... Időkérés után újra. Végül is időkérésük van. Igen, hát... Miért nem? Most miért maradjon bent a zsebben, hogyha még el is szórhatják? Na, de a lényeg az, hogy azért Steffsnek igaza van, tehát itt 3 másodperccel a vége előtt, főleg ennyire mélyen a saját térfélen, egy screennel, miért kell kockáztatni bármit is? Ugye azt ne felejtsük el, hogy az NFL-ben nem lehet kétszer időt kérni egymás után, ugye időkérés után nem követhet megint egy időkérés játék nélkül, vagy időkérés játék nélkül. Ugye itt más szabályok szerint, ugye nem NFL szabályok szerint játszunk. Ugyanakkor azért ettől függetlenül is igen fura volt ez. Na hát lássuk, hogy mi fog kisülni belőle. Három másodperc, erős, természetesen screen, megy a screen, Szakácsi, ott egy blokk megvan. Na meddig meg mehet Szakácsi? Szakácsi ott aztán elkapják, a fél pályán túl jutott. Hát egy-két blokkot azért megcsinált az Entroners offense Szakácsinak, de ebből már olyan különösebb veszély nem volt. Hát 13 pont, amit láthattunk az első fél időben. Két Cowbells touchdown, Royák Richard futva, és Zax Norbert pedig egy elkapás után tudta bevenni az Entroners endzónját, úgyhogy magabiztos
a Kábelsz előny vagy magabiztosabbnak mondható, de azért itt ott akadozó játékkal. És akkor Cselleng Ádám mellett interjú alany. Köszi, Andris. Igen, itt van már velem Pál Tibor Kornél. Akár 14-13 is lehetne ez az eredmény. Eljutok a Red Zone-ig, és ott aztán valami történik. Meg lehet oldani ezt a második fél időre? Igen, hát ha rendbe tudjuk rakni magunkat, akkor szerintem meg lehet oldani, igen. Rohan nincs, viszont Novakov remekül teljesít. Igen, sajnos Antonio beteg, nem tudta így vállalni. Az utolsó pillanatig bízunk benne, de nyilván, ha nincs hol, akkor nincs értelme, hogy játszon. Bízom Novába is, és Szakácsi Ákosba, és mind a ketten jó képességű játékosok. Mit lehet tenni a fél időben, hogy megforduljon, és meglegyenek ezek az utolsó passzok, utolsó méterek? Rendbe kell raknunk, mert tehát rossz a kommunikáció köztem is, és a játékosok között is, meg bent is. Ezt kell rendbe raknunk, hogy azt csináljuk meg, amit szeretnék, amit kérnék, meg amit meg is tudunk csinálni egyébként. Védelemmel elégedett, vagy 13 pontot tartjátok a regnáló bajnokot? Igen, a védelem szépen tartotta magát, úgyhogy most az offenzen van a sor, hogy megcsinálja végre azt, amit egyébként látjuk, hogy tudjuk. Köszönöm szépen! Tehát 13 pont összességében azért igen izgalmas első fél időt láthattunk, hiszen több labdavesztés, labdaszerzés, ahogy tetszik, volt. És összességében az Entroners védelem jól muzsikál, a Kábelsz támadó sorának helyzetét megnehezítik. Ez a 13-0 tehát az első fél idei állás, úgyhogy érdemes lesz, azt hiszem, hogy a második fél időben is visszatérni, mert még várnak ránk izgalmak. Mindjárt jövünk. És újra itt vagyunk a First Field-en, hamarosan kezdődik a második félidő. A kábelzések már készülnek, Karim pedig itt van velem. Milyen volt ez az első félidő? Nagyon jó nyitó drive, utána megint hullámzik az egész, szóval három drive után rossz playek, playhívás nem volt túl jó, false startok, chop blocks, fumbles, ez nem volt jelen, nem volt túl jó, de a legutolsó, a záró drive már tudtunk végezni legalább. Fehérváron főleg a futással tudnak yardokat hozni, viszont hát a Red Zone-ig eljutnak, akkor érkezik Németh Marci, és ő szerzi meg a labdát. Ez így rendben volt neked? Nekem rendben volt, de állandóan kell küzdenem a Németh Marci, hogy outside linebacker játszana. Nagyon tehetség, és bárhova rakhatunk, de ott tényleg egy ember, aki levisz egy fél pálya. Szóval nekünk ez most már emberhiány miatt, most már a visszat döntöttük, hogy raktunk oda. A gólita kész, nagyon jó játszott az első fél időben, szóval ez a jó helyet, és nekem nagyon jó, hogy ott mondom már szégen. 13 pont az első fél időben, elég lesz ez a játék ahhoz, hogy megnyerjétek a találkozót? Nem lesz elég, mert bármikor lehet egy eladott labda, egy fumble, ők is tudnak egy jó play találni, tudnak végrehajtani egy normális play, és akkor már azonnal már 13-7 talán, ez már szűk mérkőző, szóval nem, de teljesen nem elég. Nagyon szépen köszönöm, és akkor hamarosan kezdődik a második félidő, de addig nézzük meg az első félidő statisztikáit. Andris, tiétek a szó. Így van, nézzünk statisztikákat az első félidőből. 4 pontos passz erős Márknál, ez 13-ból igen gyenge százalék, és a yardszám sem megfelelő. Ugye el is adta már a labdát, ki is ejtette, Novakov viszont abszolút dicsérhető, ezért megmaradt ez a 6-os átlag, azért ez igen szép. Szakácsi összességében ugye szintén egész sokszor fut, és ő is termeli a yardokat, abszolút futással haladt az Entroners a Kábelszben. Cirók Márton teljesítménye egyáltalán nem számít rossznak, ugye 146 passzolt yardja van már passzolt touchdownja is, az első, a szezonban igaz egyszer el is veszítette a labdát. Royáknak van egy futott touchdownja, ez egy 1 yardos futás volt, és Zaxnak pedig egy 10 yardos elkapása. Úgyhogy összességében egyébként azért olyan nagyon-nagyon gigantikus számokat egyik oldalon sem termelnek a játékosok. A pontszerző akciók, itt ugye még az első drive, az az ominózus első drive, amit láthattunk, és amit Karim is kiemelt, hogy Royák be tudott vetődni egy futójátékot követően, aztán utána
hozzáérnek az extra pont kísérlethez, de összességében ez még valahogy bejut, úgyhogy ezzel vezetett 7-0-ra a Cabels, és aztán az utolsó drive az első félidőben, ami még szintén pontszerző akció volt, ezúttal ugye Cirók Márton passzol, Zax Norbert elkapása, és meg is találja az utat az endzone-ba. Úgyhogy összességében egyébként az Entroners, ahogy ugye említette Pál Tibor Kornél, a védelem nem muzsikál rosszul, támadásokban sem egyébként, tehát a first down-ok számában abszolút felveszik a versenyt a Cabels-szel, miközben Troy Bakert láthatjuk a képernyőn, ugye a Győr Sharks egykori, most már ugye lehet mondani egykori vezetőedzőjét, mert hogy a harmadik forduló után őt menesztették a Sharks vezetőedzői posztjáról. Ugye egy nagyon szimpatikus embert ismertünk meg a személyében, és reméljük, hogy azért minél hamarabb el tud helyezkedni, bárhol legyen az. Úgyhogy, ugye most vissza ide, elkezdődött a második félidő Nagy Kevin kirúgásával, továbbra is a rendkedvéért sötétkék mezben a Fehérvár Entroners, és fehérben pedig a Budapest Cowboys, és az Entroners vezetheti majd az első támadó sorozatot. Kickoff out of band, rugó csapat. A vétlen csapat 5 yard büntetés után újra rugást kér. A második. Bocsánat, itt ugye eléggé jó lett volna a rúgás, tehát itt összességében ezért az az 5 yard az még nem hozta volna jó helyzetbe az Entronerst, hát ha most egy gyengébb kickoff kísérlet jön másodszorra. Igen, és ugye, ahogy láthatjuk, a második fél időt az Entroners fogja megkezdeni a támadójátékkal. Ugye, ahogy Pál Tibor Kornél is mondta, megy a futás, ugye azért a passzjáték is most már azért reményekre adhatok ott, voltak sikeres kísérleteik. Tehát a kulcsa az egésznek a részükről, hogy be tudják fejezni a támadásaikat. Tehát azért, ahogy mondtuk korábban is, azért szépen végig tudtak jönni a pályán, több ízben is, de azért még vagy egy jó védekezése, vagy akár ugye az ominózus német Marci interceptionnel ugye ez végül megtorpant. Ezeket nem szabad engedni a továbbiakban, és tényleg ez lesz a kulcsa annak, hogy pontokat tudjanak föltenni a táblára. Tóth Nándor indult volna el a labdával, de nem jutott túl sokáig ez a visszahordás, hiszen sikerült őt azonnal lekapcsolni szinte, úgyhogy jöhet tehát a Fehérvár Entroners támadása. Erős megtartja megint, gyenge oldalra indul el, de hát ott nem volt lehetőség sem erre sem futni. Picit a snap is oldalra ment. Ugye nem adta át Szakácsinak, de hát gyakorlatilag ott nem volt helye, úgyhogy ez így egy szekként kerül be a jegyzőkönyvbe. Ugye német Marci ott a szélső linebacker zónát szépen türelmesen lezárja, és ugye Magyar Ádám is miután lejött róla blokkolóról, még ugye tovább tudott haladni, és ugye végül ő csinálta meg a tackle-t. És egy érdekességre azért mindenképpen felhívnám a figyelmet, semmi tévedés. Kanter nincs fent a pályán, hanem egész egyszerűen, amit ugye Karim Trabelsi reklamált az első félidőben, Bánfi Misinek széttépték a mezét. Úgyhogy ennyire heves a küzdelem, úgyhogy 48-asból Bánfi 8-assá avanzsált, senkit ne zavarjon ez meg, hogy Kanter próbálja meg majd rohamozni az irányítót, ő Bánfi Mihály. És közben Szakácsinak volt egy belső futása, azért erőszakosan próbált még ott a dzsumbujban yardokat lőni magának. Hát ezt a labda előre nyújtogatást ezt nem sikerült kirázni a fejéből, úgy néz ki a fél idő során, hogy megint megkísérelte. Igen, valószínűleg nem ezen a mérkőzésen lesz majd a változás. Megint. Erős Márk ejti el egy pillanatra a labdát, ott pedig sehova. Szép védekezés. Hát ez eléggé ilyen adhok jellegű play volt, ez a legutolsó. Gyakorlatilag már ugye a snaptől kezdve Erős Márk, aztán utána bosszankodik. Nem volt talán teljesen pontos, de utána, ahogy szabadult, már is odaértek Bakonyvári Patrikra, úgyhogy egy negatív yardos játék lett. Úgyhogy kivédekezi az első Entroners támadó kísérletet
A Cowboys gyakorlatilag úgy védekezik ki, hogy még mínusz yardokba is kényszerítette a hazai csapatot. Igen, német Vaci megint nagyon szépen dolgozott kifelé külső linebackerből, és már a passz, vagyis az elkapás pillanatában ott volt Bakonyvárin, és tudta megcsinálni a szerelést. És ugye ne felejtsük el, valóban ezt kihangsúlyozta Karim Travers is, és hát tényleg azért abszolút látható az utóbbi szezonban is, illetve a mostani idényben is, hogy Németh Márton az egyik legmeghatározóbb védőjátékossá nőtte ki magát. Ebben gyakorlatilag bárhova lehet őt rakni. Pontosan. És most is lehet látni, hogy ugye kapja az utasításokat, abszolút vezér, és több ilyen nagyon karizmatikus vezére van a Cowboys védelmének. Igen, és kellenek is az ilyenek, ugye nem elsősorban csak azért, hogy a játék tudásukkal tudják a vállukon cipelni a csapatot, hanem azért ugye mentálisan ugye a mentális, hogy is mondjam csak... Mentális segítség. Gondolkodj rajta, felmentelek annyiban, hogy Royák Richard futását láthattuk, és kapták aztán el azonnal. Tehát azt akartam mondani, megvan a szó közben. Tehát a mentális ösztönzés is ugye azért nagyon fontos szerep ilyen szempontból. Én esküszöm, nagyon izgultam, hogy mit akartál mondani. Néha, hogy megviccelek engem a szavak. Hát igen. Viszont sajnos közben valaki nem van a pályán 64-essel. Bizony, sajnos sérülés. Hector Manuelos Miranda, hogyha minden igaz. Igen, igen. Ugye mexikói játékosa a Cowboysnek. Ugye az egyik új szerzemény, 25 esztendős, és Mexikóban ötszörös bajnoknak mondhatja magát. A mexikói válogatottban is szerepelt egyébként, és hát ugye Amerika közelsége miatt nyilván azért nem lehet ezt csak egy kézlegyintéssel elintézni. Nagyon komoly eredmény. Lássuk a visszajátszás, hogy mi történhetett. Ó, hát ugye Szász Csaba, amikor megcsinálta a szerelést Royákon, ráesett. Nem csak egy testvérjával. Gyakorlatilag ugye a falembereknek a legrettegettebb pontosan mozdulata. Pontosan ezt mondani, igen. Igen, ez a legsűrűbben előforduló sérülés veszély ugye az ő részükről, hogy miközben ugye terelik a saját emberüket, ugye nyitják a lukakat, ugye megvédik az irányítót, valaki óhatatlanul is hátulról rájuk esik, és esetleg begyűri maga alá a bokájukat, térdüket. Sajnos ez a főleg az offenzív falembereknek a az offenzív falember posztnak a legnagyobb veszélye szokott lenni. Hát ebből sajnos így első ránézésre visszajövetel ezen a mérkőzésen szinte biztosan nem lesz, és hát nagyon reméljük, hogy egyáltalán majd még ebben a szezonban látjuk a mexikói játékost. És mivel ugye a baloldali tackle pozícióját töltötte be Hector Miranda Banuelos, ezért én azt gondolom, hogy azért itt ez most okoz azért nehézséget majd a Cowboys támadó falának, ami pedig összességében azért dicsérhető volt az első félidő alapján, bár nyilván azért volt rajtuk nyomás. Ha minden igaz, akkor 70-es számmal Cseri Zoltán állt be az ő helyére. Sőt, hát akkor nagy valószínűséggel ő így akkor átjött a másik oldalról, mert hogy ugye ő alapvetően ugye egy jobboldali tackle pozícióját játszotta be korábban. Közben röppent egy zászló. Offside, defense, 90-es, 5 yard büntetés, második kísérlet. És akkor Tim McGee, aki ugye az új játékos, 198 cent és 143 kiló, tényleg ugye egészen elképesztő fizikai erőt vonultat fel az Entroners védőfalában, ő mozdult be egy kicsit hamarabb. Ugye egyelőre azért az ő semlegesítését egészen jól megoldják, miközben Banuelos a térdét fájlalja. Nagy Norbert állt be egyébként az ő helyére. Ő lesz tehát a jobb oldali tekül. Takácsnak magas egy kicsit a labda, ott volt egyébként rajta már is Mézes. És azért gyorsan akkor el is kell mondani, hogy Nagy Norbert alapvetően egyébként belső védőfalembert játszik, ugye hol nosed, hol free-teket. Úgyhogy ez az ő részéről most egy kicsit feltehetően új szerepkör. Igen, nyilván hát elképzelhető, hogy természetesen azért az edzéseket gyakorolta ezt, hiszen azért nem feltétlenül nyúl bizonytalanhoz Karim.
de mérkőzésen még tudomásom szerint nem láthattuk majd Norbit offense fal pozícióban játszani. Ciro keményen bedobja ott a védőjátékosok közé, Mészáros kezét keresve, ugyanakkor harmadik és háromra nem jött össze az elkapás. Jól megtalálta egyébként a két belső linebacker között Mészáros, Marci, Cirók. Hát ott a labda megszelidítésével volt egy kis gond. Nagyon keveset fut a Kábelsz. Valóban. Igen, ezt már ugye felfedezhettük a harmadik fordulóban is a Wolves ellen. Ugye tulajdonképpen mondhatni 80%-ban a passzjátékukra számítottak, és arra helyezték a hangsúlyt. Szerintem most még jobban eltolódott. És pontosan ez most egy talán kicsit még jobban megnövekedett. Szép blokkok mind a két oldalon. Közben Tóth Nándor próbál még cselezni és előre haladni. Nem sikerült neki ez rosszul, hiszen a saját 41 yardosáról indul majd az Entroners. És hát azért ez a 0-13 még nem egy életbiztosítás, szép testcseleket dobott be egyébként. Cseppet sem, és ugye az elkapás után rögtön látható, hogy a két gunnert, akik ugye támadták a visszahordót, nagyon szépen ki tudták blokkolni, és így tudott megiramodni a visszahordó. A második fél időben miközben láthatjuk Timothy McGee-t, aki játszott egészen egzotikus helyeken is, Izlandon, Brazíliában. Ugye Németország az azért kevésbé, az inkább azt mutatja, hogy ő vele azért tényleg nagyon komoly játékerő költözött az Entroners védelmébe. Novakov iramodott meg közben futással. Picit én azt veszem észre, minthogyha Bánfi Misi nem tudna teljesen jó ütemben kiérni a szélekre, nem tudná azokat lezárni, egy picit mindig épp annyira tudják őt feltartóztatni, nem hukkolják be egyébként, vagy nem tudják behukkolni, mert azért ellen tart, de avval a kis ütemmel csak fel tudják őt tartani, hogy aztán el tud menni az ő külső szélén a futás. Megint egy futás, Novakov most nagyon hamar lepattan, gyakorlatilag talán jó, ha egy yardot ki tudott ebből hozni, de lehet, hogy még talán annyit sem teljesen. Most azért belül már nem enged annyit a Cowboys a futó, az Entroners futóinak, tehát ott azért már dominánsabb a játék, és Arató mellett látható volt, hogy Törzsök is ugye az ő blokkolójáról le tudott jönni. Ugye el tudta magáról annyira tartani, hogy figyelni tudta a backfieldet, merre fog menni a futó. Kiugrott a blokkoló mellől, és akkor belépett ő is a labdahordó elé gyorsan. Harmadik és 6. Erős, ezt is átnyújtja. Szakácsi az elsőről még valahogy lepörgött, de így is negatív yardos a szerelés. Gyönyörűen dolgozott most a Cowboys. Igen. Ehhez tulajdonképpen nem is nagyon lehet hozzáfűzni. Nagyon, nagyon domináns és nagyon meghatározó produkciót mutattak be ezzel a drive-on. Hát megint Törzsökért oda, ugye? Meglepő módon. És kapta aztán a segítséget Frónától és Aratótól, de gyönyörűen érkezett meg Törzsök. Már volt azért jó pár szerelése Novakovon is egyébként. Így negyedik kísérlet és Pantól az Entroners továbbra is nullán tartja tehát a Cowboys a sötétkék mezeseket. 87-esre Takás Bence várja egyébként a Pantot, aminek a snapje nem volt feltétlenül egy jó ütemű. És ebből most lehet visszahordás Takács. Ott még próbálta a lábát a vonalon belül tartani, de hát nyilván nem lehetett a végtelenségig. Igen, se a snap, és ugye a rugás is picit alacsony volt, elég úgymond gyors volt, ezáltal ugye a Pán csapat nem is tudott túlzottan visszaérni a returnerre, ugye Takács Bencér, és egy bő 10-15 yardot ugye tudott belőle visszahozni az elkapás után. Ugye Hartait. Igen, ő volt az, aki rázni magáról könnyűszerre, ugye az a sebességkülönbség ugye egy offense faljátékos és egy elkapó között azért eléggé egyértelmű. Jöjjön megint a Cowboys akkor. Szirók most megtartja és elindul kifelé, ráadásul szépen hozza a yardokat. Szépen bizony. Ugye szó volt arról is, hogy a Gdynia elleni Cefal meccsen Cirók végül is azért az utolsó negyedben még igen jól összekapta a Cowboys offense-t, hiszen a 28-0-át
azt szépítette, és végül is ugye 10 ponttal kapott ki végeredményben a lengyel csapattól. A Kávesz ugye ezzel a vereséggel elbúcsúzott attól a sorozattól. Nyilván ez egy ilyen plusz erő volt. Vári Tamás ugye Overtime nevű podcastünkben elmondta, hogy vannak ilyen hosszú utak a Cowboys-ben, ahol gyakorlatilag ugye mindenki egy kicsit tisztában jön magával, egy ilyen lélektani utazás is közben Mészáros kezéről pattant fölfele a labda, és az általában segíteni szokott, nyilván ugye még többet segíthet, hogyha itt összejön egy győzelem is. Igen, azért a csapat kohéziós erőt mindenféleképpen növelni tudja egy ilyen hosszabb út. Nyilván azért sokat is kivesz a csapatból. Azért régebben mi is a Wolves-szal, amikor még a Ceföl-ben szerepeltünk, mondhatni rendszeresek voltak azok az utak, amikor esetleg ott alvással is kellett terveznünk egy-egy idegenbeli meccsen. Szóval ezek kalandosak, jó hangulatúak tudnak lenni, és valóban segítenek, hogy tényleg még jobban közel kerüljenek egymáshoz a játékosok, és a csapatot mint egészt egy picit jobban összehozzák. Időt kér közben Karim Travelsi. Időkérés, Kábelsz. Első csapat időkérés, a hátralévő idő 5 perc 47-es másodperc. Oké, okay, go. Yes, itt a lényeg, hogy menjünk. We want the uncover for the quarterback draw. So Shrask O-line, it's quarterback draw. Okay, it's quarterback draw. So we go spread, send Richie to the left. Okay, no problems. Yeah, you have the short side, okay? The uncover or quarterback draw, okay? Okay, ha hallasz, Baltimore, igen, Baltimore, Jacksonville, bármi, ha nem hallasz semmi, ez egy draw. Snap count marad a Jacksonville-nél. Oké, másodikra, kész? Egy kész, ha? Figyelj! Haladtuk az időkérést, közben egyébként itt a hozzánk közelebbi oldalvonalnál van a Cowboys, és azt láthatjuk, hogy Hector Miranda Banuelos már levette a válvédőjét és a szerelését, tehát ő erre a mérkőzésre már egészen biztosan nem fog tudni visszaállni. És hát akkor tényleg innentől kezdve azt remélhetjük, hogy nem súlyos térsérülése van, és még szerepelhet a HFL-ben ebben a szezonban. Ciro közben megtartja a labdát, és aztán ott még egy kis gátfutó mozdulat is majdnem belefért. Igen, hallhattuk is az időkérés során, hogy Karim egy QB draw futást tervezett, hát hogy ez annyi, az a sima drótól ugye annyiban különbözik, hogy végül az irányító nem adja le senkinek a labdát. Ugye itt most nem is lehet volna kinek, hiszen 5 elkapóval álltak föl, ugye Royákot is kiküldték a szélére. És Tim McGee ért oda, és hát ugye ajánlom mindenki figyelmébe, hogy van róla egy szép kis majdnem negyedórás összeállítása, ahol azért az erényeit bőven csillogtatja az amerikai játékos. Igen, elég meggyőző highlight, hogy úgy mondjam. Igen, Jacksonville State University-n pallérozódott, és egyébként sportmenedzsment szakon tanult, úgyhogy azzal kezdte az amerikai futball pályafutását McGee. Közben visszahordás, ebből nem nagyon lehetett. Elég hamar kiterelték Tóth Nándort. 30-asról következhet majd ismét a Fehérvár, hogyha minden igaz. És hát összességében azért most megint nem halad annyira jól a Cowboys. Nem, most azért egyelőre itt a fél idő után egy kicsit megtorpantak az offenzek, tehát megint a védelmek dominálnak, illetve inkább úgy mondom, hogy továbbra is a védelmek dominálnak, így mondjuk így az első negyedet követően így most már konstans jelleggel. Közben Hectort láthattuk, tehát Hector Miranda Banuelos, aki hát nyilvánvalóan nem örül, hogy így alakult számára a mérkőzés. Közben a Fehérvár egy újabb első futásra próbálkozott, de hát továbbra is megállításra került a játék. Ezúttal Novakov futott. B-lyukon. Hárman is várták. Nagy szeretettel. Kedves fogadóbizottság elé került. Második és 9. A
Azután is egy futójáték Novakov, erről most szépen lejött erről a szerelési kísérletről. Sokáig azonban így se jut, de hát nagyon megnehezítették a dolgát, mert gyakorlatilag már mínusz yardon ott igen közel volt ahhoz, hogy levigyék. Igazából még akár azt is lehet mondani, hogy bravúr volt, hogy nem vitték le hamarabb. Igen, már ott a scrimmage line mögött ugye meggyűlik a baja a Cowboys védőivel a futások során az Entrones játékosainak. Nagyon sokan odaérnek szinte egy pillanat alatt. Lehet, hogy ezeket a belső futásokat kicsit most pihentetni kéne, és más irányba kacsingatni. Harmadik és hat, lábához kapja erős Márk, de ettől függetlenül még jó az elkapás Tóth. Forgolódik, de... Német fogta meg. Hát ebből így nem nagyon lehetett first down. Ez egy three and out. Így van. A Cowboys védelem azért igen kemény, és sokkal jobb arcát mutatja azért, mint a Wolves ellen. Igaz, hát azért a Wolves, illetve az Entroners offenzét sem nagyon lehet egy lapon említeni eddig ebben a szezonban. Ez is így van, de azért ugye arról is beszéltünk már, illetve maguk a Cowboys játékosok is mondták, hogy még egy ilyen mentális blackoutjuk azért nem lesz, tehát egy ilyen mindig nyilván előfordulhat egy szezonban. Szükséges is, hogy úgy mondjuk, de nem is engedhetne meg magának még egy hasonlót. Egy olyan csapat, akik azért, ha még esetleg döntőről le is, de mindenféleképpen rájátszás várományosok. Takács közben elindul a visszahordása, amiközben egyébként majdnem Bánfi odaért a pántra. Takács Bence azért a pánt elkapások után azért ügyesen tudja visszalopni a yardokat. Itt ugye szépen kivárta, hogy pattog a labda. Bizony. És aztán utána megkerült az ember, és megint Hartai volt ugye, akinek oda kellett volna érnie, de őt hát megkerüli ebben a helyzetben a visszahordó játékos. Viszont azért Hartai mellett azt el lehet mondani, nagyon szépen ér föl. Odaér, így van. Bizony, tehát ő is egy eléggé termetes játékos, de attól függetlenül nagyon erős, és ahogy láthatjuk, megvan a kellő sebessége, és szépen föl tud érni a pántok után. A saját 31 yardosáról indul, tehát a Cowboys, megvan az elkapás, Zax. Közel került a first down vonalához is, sőt olyannyira közel, hogy átért a labdával. Igen, ezekre láthatólag következetesen ezekre a kifelé vezető routokra próbál dolgozni a Cowboys, ez az 5 ki, 10 ki flat routok, ezek mennek. Mi az egyszer-kétszer azon múlt esetleg a passznak a sikertelensége, hogy az elkapó nem tudta megszeledíteni a labdát, de igazából védekezés szempontjából ezek nagyon üresek, ezek a zónák, úgyhogy okosan dolgozik erre és játszik erre Karim, illetve Cirók Marci. Cirók. Most van nyomás Cirók. Azért rajta. Van bizony rajta nyomás, régen pedig a földhöz is vágja. Szépen föllépett egyébként ugye a két szélén ugye megindult a nyomás, illetve azért Tim McGee-t is egyik irányba elkezdték terelni. Ugye föllépett a megnyíló lukon, de azért Jay Reagan le tudott jönni a védekező játékosáról, ugye a blokkoló játékosáról, és kvázi hátulról csinálta meg Cirókon a tekölt. És így ez ugyebár egy szek lett most akkor. Így van, második és 11 jöhet ezzel. Valahogy, hogyha first down-okat tudna összerakni a Cowboys, akkor azért is újabb pontszerző akcióig jutna el. Újabb screen. Mészáros még küzd azért, hogy legalább ne legyen annyira nagyon hosszú a harmadik kísérlet, de hát ez azért ettől függetlenül sem lesz a legegyszerűbb. Szóval, hogyha egy újabb pontszerző akciót tudna végigvinni a Cowboys, akkor azért egy negyede maradna az Entronersnek, és az eddigi nullából kiindulva azért ez nem lenne túl bíztató. Így igaz, tehát az már egy viszonylag megnyugtató különbség lenne a Cowboys részéről, és itt azért, meg ahogy a visszajátszást látjuk, ezt el lehet mondani mindkét csapatról, illetve mindkét védelemről, hogy azért a kifelé menő screeneket egész jól leolvassák, odaérnek rá, és majdhogy nem nullán meg tudják fogni őket. Cirók megint odaér hozzá, közel, régen, és megvan az elkapás, Zax meg lehet a második testánja, touchdown, Budapest Cowboys. Cirók Marci megint ünnepel, hát egy hasonló, az előzőhöz hasonló kézmozdulattal, de
Zax Norbert is megérdemelten ugorhatott a levegőbe az elkapás, illetve a TD után. Gyönyörűen megtalálja az Zaxot, és hiába volt ott a zavaró repülő ember, Gyarmati, hogyha minden igaz. Ettől függetlenül megvan Zaxnak az újabb elkapott TD-je. Igen, ez egy egyszerű fly volt. A safety nem indult el hátra időben, lemaradt egy ritmussal, ugye már a passz pillanatában is. Zax mögött volt, már csak próbált ugye bele piszkálni a passzba. Két pontosra megy közben a Cavaliers. Igen, közben valóban. De hát ugye az ütem nem volt jó, és Zaxon már csak egy sikertelen tackle tudtak bemutatni, de utána könnyedén futott be végül. Offside, defense, 90-es, megfelezzük a távolságot a gólvonalig, megismétük a try kísérletet. Úgyhogy továbbra is a két pontos kísérlet marad, 19-0-ra vezet a Cowboys, és vissza akarják szerezni azt az elrontott extra pont kísérletet ezzel a két ponttal, hogy 21-0-ra növeljék az előnyüket. Teljesen jogos a szándékuk, és most ugye egy kicsit közelebb is kerülhettek az offside után. Lássuk. Hopp, megint van egy kis beugrás, Cirók, és megint Zax! Jó a két pontos! Ugyanúgy, ahogy az előbb is említettem, egy flat, Leraut kifelé, maga mögé terelte, vagy maga mögé zárta rajta a védekező szekönderi játékost, és könnyedén tudta elkapni a labdát. Nézzük, egyből kitámaszt, megy kifelé, Zilainak nem volt esélye. Lehúzza a labdát Zax, és aztán utána az Zilai, bár ott van már rajta, de megcsinálja az elkapást. Hát, ugye ez az, amit pedzegettünk már a Cowboys elkapó sorával kapcsolatban, hogy gyakorlatilag bárki lehet az, aki nyerő emberré válik. Ugye még akár Szabolcskát is ide lehet venni, Takács Bence. Ugye Kanter még ráadásul nincs is itt, Kocsis is fent volt már jó pár játékkal. Úgyhogy ugye ilyen az, amikor Karim Travelsinek ennyire sok elkapója van, aki előléphet. Bizony. Én mondjuk elsősorban Takács Bencét vártam, hogy ő fog majd tudni pontokat csinálni, de hát nyilván Zax sem panaszkodhat, ez már ugye a második TD-je a mérkőzésen. Így van, és összességében egyébként az egész szezonban is ugye első és második touchdownját szerezte meg. Mindjárt vége a harmadik negyednek, hát most már kötelező az Entronersnek touchdown-t szereznie. Nem azt mondom, hogy pontokat szándékosan, mert egy field goal-al nem mennének túl sokra, az az igazság. Főleg, hogy már tényleg csak egy negyed van hátra. Itt mindenféleképpen touchdown kell tudniuk szerezni már. És hát jelen pillanatban azért a Cowboys védelem az egyelőre azért nagyon-nagyon szépen áll, de most Eric Steps indul meg, és Németh Márton van ott természetesen, aki megcsinálja a szerelést. Ugye HFL pályafutása alatt a Budapest Cowboys csak egyszer kapott hasonlóan sok pontot, vagy egyszer kapott több pontot, mint ugye az előző fordulóban az a Wolves ellen beszedett 37, hát ezt most bőséggel kijavítják, bár ez azért ezt a Steps elkapást, ezt most egy kicsit elnézte, teljesen üresen volt Eric Steps, és utána jó volt a Testcselics, Németh Márton pedig megcsinálja a szerelést. Igen, nagyon okosan, ugye a kifelé vezető ráutot követően a labda elkapása után ugye befelé indul el, ezáltal ugye a rá... Vége a harmadik negyednek. A rá kifelé szaladó védekező játékost egy pillanat alatt le tudja rázni, és még ugye plusz yardokat tudott utána termelni. Eric Steffs sokkal-sokkal többet kéne használniuk elkapásban. 8-0-ra nyerte meg a harmadik negyedet a Cowboys, így már 21-0-ra vezet a címvédőjön a befejező negyed nem sokára. És akkor visszaérkeztünk az utolsó negyedre. Hát nehéz helyzetben
az Entroners, 21 pontos hátrányban a csapat. Most már nagyon gyorsan kellene pontokat termelnie a hazaiaknak, ami ugye eddig 3x12 perc alatt nem jött össze. Ez se lett volna rossz egyébként Tóth Csabinak, jegylépéses quick slant, de hát hosszú volt Erős Márktól. Hiába nyújtózkodott Csabi, nem bele se tudott érni a labdába. Ugye passzpontosság az továbbra is elég gyenge százalékú az Entronersnél, és ugye főleg ez az, ami nagyon, hát talán most már a negyedik negyed elején mondható, hogy kilátástalanná teszi a dolgaikat, hiszen itt ugye gyorsan kellene haladni. Igen, és ami, ahogy beszéltük, azért mentek a futások. Szakácsi most elindul kifelé, és elkapják. Nagy Kevin! Zászló. Úgy néz ki, hogy szabálytalan volt a szerelés, hát elkapta. Úgy néz ki, hogy Nagy Kevin valószínűleg már a válvédőjét, ami szabálytalan. Personal for Horse Corral Tackle. Defense, 37-es játékos, 15 yard büntetés, automatikus első kísérlet. És így akkor Nagy Kevin a szerelés megcsinálójából most így átavanzsál egy olyan minőségével, hogy 15 yardot hoz az Entronersnek, ott kapaszkodik bele a válvédőbe, és rántja aztán le, hát ezzel nem nagyon lehet vitatkozni. Ugye ez is egy súlyos szabálytalanságnak minősül. És most ezzel is ugye jelentősen közelebb került az Entroners támadó alakulata. Erős. És életben marad a pontszerzés lehetősége, de hát ez meg még hosszabb volt ez az elkapás. Igen, tehát ugye láttuk, hogy mennek a futások, de ahogy te is már rákérdeztél a bejelentkezés során, csak egyoldalú játékkal ezt a Cowboys defense-t nem lehet megfogni, és nem lehet olyan nagyszabású hibákra kényszeríteni, hogy abból hát ebben az esetben ugye pontot is tudjon szerezni a fehérvári támadó egység. A passzok pontosságán és Erős Márknak a játékán dobásai nagyon-nagyon sokat kéne még mindig javítani ahhoz, hogy meggyőzően tudjanak előre haladni. Erős ezúttal most átadja Novakovnak, aki megpróbálja megkerülni az emberét, nagyon szépen hozza a first down-t is minimum. Novakov sebességből szépen operál, és azért odaértek elég közel az endzónhoz. Talán végül is, bár közel jutott a first down-t jelentő, ott már kilép, aha. Ott volt a turpisság, innen ugye távolból nem lehetett megállapítani, ellenben a játékvezetők nagyon szépen észlelték, hogy a jobb lába kint volt Novakovnak, ott tehát megállt a játék, 3. és 3. És megint csak ki szeretném emelni Golyót, ugye Hartai Gábort, a nagyon szépen blokkolt Novakov előtt. Ugye korábban csapattársak is voltak a Budapest Hurricanes-nél éveken keresztül, és nyertek is együtt magyar bajnokságot 2013-ban. Erős, azután most nem futnak, hanem egy passzjáték, nagyon magasra próbálta meg feldobni az elkapójának, ahol csak egyes-egyedül a csapattárs tudta volna megszerezni. Ezúttal Bakonyvári Patrik, Nagy Kevin mellett. Elkaphatatlan volt a labda. Igen, hát ezekről beszélek, hogyha ez egy picit alacsonyabban, pontosabban száll, akkor még akár touchdown is lehetett volna belőle. Ugye azt is hozzá kell tenni, hogy Nagy Kevin meg pedig tökéletesen kihasználta azt a lehetőséget, hogy amikor ugye a levegőben volt az elkapó, már szépen terelte ki, hogy ha esetleg meg lett volna a labda, nem biztos, hogy tudott volna lenni bármelyik lábával is. 4. és 3, és itt ugye már nem lehet mit tenni, neki kell menni erre a negyedik kísérletre. Könyörtelenül bizony. Hiszen a field goal már nem elég. Megtartja, de sehol. Ebből nem lehetett first down. Hát ezt nem így kellett volna. Ezt kicsit fantáziadúsabbra lehetett volna, ugye megállapítottuk már korábban is, hogy azért a boxot nagyon szépen most már megfogta a második félidőben a Cowboys front sevenje, ugye megint egy ilyen speed option jellegű játékot szerettek volna, de hát Erős Márk megint úgy döntött, hogy megtartja a labdát, de abban a pillanatban beleszaladt a Cowboys védőibe, majdhogy nem a scrimmage line-on. Úgyhogy a negyedik kísérletet is kivédekezte a Budapest Cowboys, labdát szerez ezzel a csapat,
és nagyjából 11 perc van még hátra az utolsó negyedből. Elkezdhetik szépen lassan most már az órát is lepörgetni. És úgy néz ki, hogy nem indították el időben. Offense 15-ös, 5 yard büntetés, első kísérlet. Úgyhogy egy kicsit hátrébb. Most akkor ezzel ezzel együtt egy picit most már veszélyesebb a helyzet. Igen, azért ez a mínusz 5 yard, ez nem hiányzott most a Cowboysnek. Hát innen azért ki kellene hozni. Vagy ugyanakkor ugye a Fehérvárnak ugye ott az esély, hogy jó nyomással, akár csak akár egy safety-t, vagy valami hasonló. A nyomás megvolt, és bizony, annak ellenére az elkapás is. Jézusom! Hozta mindenit! Hát a Takács Bence touchdownokkal nem is, de azért megint csak nagyon izgalmas és szinte varázslatos elkapásokkal észreveteti azért magát. Ugye ne felejtsük el, hogy a Miskolc ellen volt egy fantasztikus... Mézes itt fordul, de itt már nem látja a labdát. A háta mögött, a válla fölött, mellett. És hát jogosan örül. Ez azért egy nem mindennapi elkapás volt. Na. Hát kijött a Cowboys a szorult helyzetéből, és akkor innentől kezdve pedig lehet a futó játékokkal is operálni, szépen az órát pörgetni ezzel. Igen, ha most már egyértelmű, hogy erre is játszik a Cowboys. Hát ez elképesztő volt ez az előző elkapás, és hozzáteszem, hogy ugye itt miközben láthatjuk a Royák féle futást, ami nem ért sehova, mínusz egy yardot jelentett a Cowboysnek, szóval, hogy azért oda szépen belemásztak az arcába egyébként Ciroknak, és gyorsan ugye el kellett engedni a labdát. Igen. Második és 11. Cirok ezúttal passzol. Hát ebben azért volt veszély. Főleg úgy, hogy még mindig elég erős a szél. Ráadásul, hogyha jól gondolom, akkor Ciroknak ráadásul pont ellene fúj, tehát még egy ilyen labdába bele is kaphat egy kicsit. Igen, Zax és Szabolcska volt azon az oldalon, de valahogy egyik ők sem volt pontosan a labda közelében. Úgyhogy elképzelhető, hogy ez nem volt annyira pontatlan dobás, mint ahogy látszott. Lehet, hogy valóban a szél is belekapott picit. Harmadik és 11, és azért sokat így nem tudtak lepörgetni az órából a Cowboysesek. Hiszen nyilván a pontatlan passz miatt meg is állt. Ciro régen üldözi, Szász is üldözi, és sikerült leütni, gyarmati jött. Szépen lépett föl, igen. Odaért a labda elé, de hát lepattant a melkasáról. Cirók nézeget. Hát régennel nem volt ketten embere. Nem nagyon bírtak. Igen. És régen ugye először odaugrott az arca elé, azt még, ott még Marci ugye ki tudott táncolni, de azonnal indult utána tovább régen, hogy gyorsan kellett valakit keresni. Maradt tehát a 0-21, lementünk 10 perc alá, azért itt ez most nem volt egy olyan időhatékony támadó sorozat, ha egyáltalán lehet annak nevezni a Cowboys-től. Jöhet most egy visszahordás, szépen és még mindig lehet a visszahordás, sárga zászló van a pályán, ettől függetlenül vissza lehet vinni Tóth Nándor megcsinálja! Kérdés. Na de vajon miről a zászló? Bizony ez a kérdés. Nagy lehet azért a valószínűsége, hogy egy szabálytalansággal indulhatott a visszahordás, na de várjuk meg a hivatalos bejelentést. Ugye ez már az elkapás után történt, tehát a labda megszerzése után. Block in the back, visszahordó csapat, 8-as játékos, 10-es büntetés a szabálytalanság helyétől, első kísérlet. Borzasztó. Úgyhogy nincs touchdown az Entronersnél. Gyarmati block in the back szabálytalansága semmisé teszi tehát ezt az akciót. Hát gyakorlatilag ott az indulásnál, ott van Nagy Kevin, és hát igen. Ez egy nagyon csúnya hiba volt, és hát sajnos buta hibának is tudnám mondani, viszont egyértelműen block in the back volt. Úgyhogy a 30
két yardosról indul majd a saját 32 yardosáról az Entroners. Igen, és ugye ráadásul Nem biztos, hogy szükség volt egyébként erre a block in the back-re. Cseppet sem volt rá szükség. Hát anélkül is lehet, hogy... Pontosan anélkül is meg lett volna szerintem a visszaverés, és ugye ráadásul a szabálytalanság helyétől mérik ki a büntetést, bizony. Úgyhogy most eléggé csúnyán visszaszorult a Fehérvár. Úgyhogy reménykeltő touchdown helyett ugye most egy elég hosszú drive-ot kéne nekik megcsinálniuk. Hát ugye ez a az Entroner szempontjából a lehető legjobb forgatókönyv lett volna. Ugye egy gyorsan kivédekezett Kábelsz támadójáték, aztán utána egy visszahordás, egy pár másodperc alatt gyakorlatilag így egy percet alig veszített volna az órából Pál Tibor Kornél csapata, és visszajött volna 14 pontra. Sőt, én gondolom azt, vagy feltételezni merem, hogy ugye a pontszerzés után, a touchdown után ugye egy onside kickkel próbálkoztak volna. Hát igen, az sem kizárt, így viszont ugye jönni kell, és lehetőleg gyorsan, magas megint a labda. Hát a sokadik magas átadása erősnek. Igen, így sajnos nem lehet előre haladni. Sorozatban pontatlanul dob erős már továbbra is. Bár hozzáteszem, hogy ez még a valamelyest elkapható labda közé tartozott. Nem volt a legpontosabb, de lehet, hogy egy bravúrral talán megszelidíthető, de ez most nem jött össze. Bő 8 és fél perc van még hátra, a harmadik és 12. Egy kötelezően megcsinálandó harmadik és 12, hogyha bármilyen eredményt akar még. Szépen mozog ki. Az Entroners erős dobja előre, Stepsnek most lehúzza. Ezt most megcsinálja az Entroners, Steps húzza a lábát. Németh Marci maradt lent egy picit a földön. És le kell cserélni Erik Steps-t. Ajjaj. Hát ez már nem az első sérülés gyanúja. Neki ugye már a legelső fordulóban is lekényszerült a pályáról. De akkor sem volt teljesen egészséges. Na ezt most azért szépen oda dobta erős. Nagyon szépen, szó szerint, úgy ahogy mondod. És nagyon szépen felugrott érte Steps, tehát a termetét meghazudtolva egy szép magas ugrást követően tudta elkapni erős, a labdát. És most a megint előre, és megvan az elkapás és a touchdown! Bakonyvári Patrik! Azt a mindenit! És nem esett kétségbe az Entroners! Ugyan a visszahordásból nem lett pontszerzés, ennek ellenére gyorsan végig mennek a pályán. Hát megáll az eszem erre bevallom őszintén, egy pillanatig sem számítottam. Ugye Nagy Kevin csimpaszkodik rajta. Itt elől már egy Bakonyvári. Egy lépésnyi előnye van. Picit azért le kell lassítania, és a feje búbján kapja, igen. Feje búbján kapja el a labdát. Hát ez nem... Azért vannak a srácok előtt. Sem. Jó kis NFL-es példák, úgyhogy fel lehet ezt használni a megszerzett tudást. Azzal a példával ne gyere, légy szíves. Bakonyvári Patrik remekül ezt csinálta én. Az elkapást. Szóval beszéljünk Bakonyvári Patrikról, akkor továbbra is. Substitution infraction, defense, 12 ember a pályán, megfelezzük a távolságot a gólvonalig, rákíséret következik. Micsoda remek példákat használ fel az NFL-ből, jó pár HFL játékos. Jó, nem hergellek akkor tovább. Akkor nézzük az extra pont kísérletet. Zach György pedig kapufát lő. Úgyhogy nincs meg a hetedik pont. 6-21. És ráadásul még csak nem is, hogy szerencsésen pattanna, de konkrétan visszapattant a kapufáról. De és itt van még egyszer a touchdown pass. Erős, két nagyon szépen megdobott labda. Hát Steps és Bakonyvári. Azt kell mondanom, most le a kalappal elős előtt, mert ez egy tényleg nagyon szép passz volt. Két egymást követő szép passz volt, hiszen előtte azért ugye ezt a TD-t meg kellett alapozni avval, hogy azért Steps is elkapja az előtte lévő paszt. És továbbra is azt mondom, kötelező az onside kick, igen. Kötelező? Kötelező, igen. Több mint 7 és fél perc van hátra, most már muszáj. Tehát, hogyha további pontokat akarnak, akkor kell. És
Én úgy vélem legalábbis, hogy a támadások üteme nem engedi azt meg, hogy, hogy egy rendes kick-off követően ugye kivárják azt, amíg a Cowboys egyszer végig támad, és ugye bízzanak abban, hogy ki tudják védekezni a támadást, úgyhogy én úgy vélem, hogy itt onside kickre lenne szükség. Na lássuk tehát akkor, hogy Zács hogy dönt. Na, hát egy pillanat alatt meglettem hazudtolva. Meg lehet fordítani egyébként egy kicsit a dolgokat. Bízik az Entroners a védelmében. Összességében egyébként ugye 21 pontot kapott, de van miért bíznia, hiszen van azért nyomásgyakorlás Cirókon, és nem mindig haladt egyébként olyan tökéletesen a Cowboys támadásban. Igazad van egyébként. Én ettől függetlenül megpróbáltam volna. Kick-off out of band, rugó csapat. A vétlen csapat a labdát a 35 yardos vonalra kéri. First down. Nyilván megalapozott döntést hozott ilyen szempontból Pál Tibor Kornél. Hát most akkor lássuk, hogy valóban bízhat-e ennyire a védelmében, és tényleg ki tudják-e védekezni. Mert ez maximálisan ugye bizakodásra adhatok ott az Entroners támadóinak részéről. Megmutatták, hogy ennek a Cowboysnek is tudnak végül pontokat csinálni, touchdown csinálni. Ráadásul rettentő gyorsan. Bizony. És egy elvett TD után. Arról meglátod, nem is beszélve. Cirók. Továbbra sem fut a Cowboys, és ez érdekes. Pontatlan passz. Ugye ez minden ilyen alkalommal, amikor pontatlan a Cowboys passz kísérlete, megáll az óra, és így nem nagyon pörög a dolog. Igen, ez most inkább az Entroners malmára hajtja a vizet inkább. Mert hát a Cowboysnek érdeke lenne ugye egyértelműen, hogy azért teljesen múljon az idő, főleg most már itt egyre jobban a mérkőzés végéhez közeledve. Második és 10. Cirók most eldobja oldalra, régen még gyakorlatilag talán egy kicsit meg is tudta suhintani a labdát. Mészárosé az elkapás is tört előre, jó pár yardon keresztül. Harmadik kísérlet lesz majd, és egy rövidebb szituáció. Jól blokkolnak egyébként Mészáros Marci elkapótársai, tehát csináltak neki egy kis utat. Jó pár yardot tudtak ebből hozni, de hát még a first down még azért még továbbra is üldözik. Sor, így van. Várat kísérlet, harmadik és 3 yardot kell még megtenni, és megvan az elkapás, Takács, nem mondtadnak róla, hogy csak kap még egy blokkot, de már nem is kell, Takács Bence touchdown, és a Cowboys lehet, hogy ezzel már eldönti a mérkőzést. Ez is szép volt. El tudott még indulni kifelé, és úgy már esélytelen volt, hogy utolérjék. 6-27, Cirók Márton harmadik touchdown passza, és Takács Bence első touchdown elkapása ezen a mérkőzésen. Korábban pedig Matthias Kantertől kapott touchdown passzt még a Steelers ellen. Hát ott a tackle kísérletek nagyon rosszak voltak, ugye Takács egy post route-ot fut, ugye befelé, ugye a route-nak a nevéből adódóan is ugye a kapu felé tendálva. Az egyik rajta védekező Tóth Dávid ugye lemaradt róla, próbált ugye még karral szerelést bemutatni, az nem sikerült, és utána viszont Gyarmati Máté pedig csak teste, tehát a karját meg nem használva próbálta Takácsot levinni a földre, ugye mind a két szerelés sikertelen volt, Takács nagyon ügyesen maradt talpon, és utána már nem volt senki, aki megállíthatta volna. Fura Camillo pedig bevágta most az extra pontot, 28-6-ra vezet a Cowboys, és így 22 pont az előnye már az utolsó negyed, hát derekán. Hát az a reménykeltő TD, vagy a remény inkább, amit a TD keltett. Hát és ugye talán... ettől nagyon-nagyon rutinos csapat a Cowboys. Ebben a pillanatban azért, amikor pontot kapott a védelem, azonnal összekapta magát a támadósor, és villámgyorsan visszaverte az Entroners támadását.
vagy hát lelkesedését, fellendülését, ami ebből lehetett volna. Ez így akkor azért bő 6 perc alatt nagyon soknak tűnik. A visszahordás indult volna. Nyilván azért a Entrones innentől kezdve sem fogja föltenni a kezét, tehát egész biztosan feltett szándékuk az, hogy további pontokat szerezzenek, további TD-ket szerezzenek. Hiszen azért nem úgy ismertük meg ezt a csapatot annak ellenére, hogy nem sikerült eddig sok pontot szerezniük a mérkőzésük során, kivéve ugye a harmadik fordulót, mindenféleképpen még szeretnének TD-ket. Cseleng Ádám, a szó. Igen, köszönöm szépen, Andris, itt van mellettem Lekrinszky Márk, hát biztos, hogy nem ilyen visszatérésre számított el. Mi történt? Hát sajnos elnéztem egy cut blockot, hibám volt ilyen szempontból, nem voltam rá felkészülve, és elsodorta a térdemet a srác, úgyhogy hát most egy kicsit le kellett ülnöm pihenni, úgyhogy majd meg kell nézetni valószínűleg egy kicsit, hogy mi lesz vele. Nem ilyen visszatérésre számítottam, mert novemberben szakadt az Achilleszem, 4 hónapot gyógytornával, nagyon vértverítéket nem kímélve az, hogy tudjak szezonban játszani, ezt megcsináltam is, és ez egy kicsit most így mentálisan lerombolt, de próbálom magamat holnapra felépíteni, mert holnap is meccsünk van. Mennyire nehéz szerinted ez a mérkőzés, tehát hogy a védelem azért jól játszik, nem? Én is úgy látom, hogy a védelem jól látszik, megtesz mindent. Megtesz mindent azért, hogy meccsben tudjuk tartani az offenzet. Én azt mondom, hogy mindenki meghal a pályán. Ha ez ennyire elég, akkor ennyire, de mindenki körül teszi magát, és mindenki meghal a pályán a védelemből. Köszönöm szépen, jobbulás neked, Andris, tiétek a szó. Pass interference, defense, 37-es játékos, 15 yard büntetés, automatikus első kísérlet. Az az egészen pontosan Horváth Péter jelentette be ezt a döntést. Mégpedig azt, hogy Nagy Kevin védekezett szabálytalanul. Pass interference mutatott be Szakácsin, itt volt egy kis fogás, aztán utána húzza a mezét. Kicsit hosszúnak tűnt a labda ettől függetlenül. Igen, nem biztos, hogy elkapható lett volna ez a passz egyébként. De hát az ítélet az ítélet. Egyébként mi is természetesen jobbulást kívánunk Lekrinszky Márknak innen is a időkérés, mikrofon mögül. Kábelsz. Második csapat időkérés. A hátralévő idő 5 perc, 12 másodperc. Mike, quick to the short field, quick always to the short field, okay? And we have Devil. Devil, you got it 5 yards, all right? Against trips. Against trips, we got corner. We got Devil, you off. Okay. Don't worry. Devil off. 3. Okay, we got Mike. We got quick here. And we got Rover corner. Okay, guys, let's go. Please pay attention. Visszatérve egy kicsit Lekrinszky Márkra, valóban ugye a legjobbakat kívánjuk neki. Ugye ő talán méltatlanul kevés szót kapott eddig tőlünk, és ugye azért ő is annak az elsőre rettegett védőfalnak az egyik igen jelentős tagja, ráadásul az Entroners csapatában közben Artai kapja el. És Artai bizony jogosult elkapóként. Szóval visszatérve, tehát ugye Tim McGee, Jebrey Reagan és Szász Csaba mellett azért mindenképpen meg kell emlékezni róla is, és reméljük, hogy a holnapi mérkőzésen, tehát az osztrák mérkőzésen a Carnuntum Divisioners ellen ott lehet majd a pályán Lekrinszky, és ő is ott lehet majd a defenseben, és győzelemre vezényelheti a koronázókat harmadszorra a szezonban. Ott ugye abban a bajnokságban kimondottan arról van szó, hogy az Entroners a feljutást célozta meg, tehát az osztrák negyedosztály bajnoki címét. Közben egy zászló került a pályára. Illegal touching, offense, 64-es játékos,
5 yard büntetés. Első kísérlet. Úgyhogy nem volt jogosult. Akkor ezek szerint mégsem volt jogosult. De azért milyen szépen megszelídítette. Szó se róla. Lehet, hogy nem jelentették be a play előtt, hogy ő jogosult elkapó lesz? Hát nagy valószínűséggel nem. Mert hogyha minden igaz, akkor ő volt a szélén ugye a line of scrimmage-nek, tehát ő volt a legszélső játékos. Hát majd visszanézzük egyszer. Így tehát a Cavs 40-esén a labda. Akkor nem ő volt, hanem 10-es számmal. Bakonyvári. Igen. De attól még Vakonyvári ugye nem biztos, hogy fönnállt a vonalon. Na mindegy, majd ezt egyszer biztos kielemezzük. Első és 10. Javaslom nektek. Már az éppen ugye ez a hó. Igen, ez Zahónak lesz a feladata. Ehhez ő ért. Ne szerénykedj, Koleszár, te mihez nem értesz? Na, hát én csak a védelemhez értek egy kicsit. Jó. Közben erős Mark passza ezúttal nem volt olyan jó, mint az iménti drive-ban kétszer is. Szűk 5 perce van még az Entronersnek szépíteni. Második és 15. Novakov kapja ezúttal. Novakov még ott is mehet tovább. És még mindig. És ebből first down lehet. Sőt, mennyivel több. Red zone-ba került a Fehérvár támadás. Si egysége 15 yardról következhet az újabb first down, és Novakov sokat szóra mutatta meg, hogy kezdő futókat, megszégyenítő teljesítményeket tud produkálni. Kicsit nagyon arrébb terelte még a centerét is egyébként, Horváth Györgyöt, aztán utána német kap utána, ott sincs még meg, Csárpáti is lemaradt, szóval azért nagyon szépen amikor teljesített. Amikor már látta, hogy sűrű a helyzet. Sárga zászló repült közben. Szóval, amikor látta, hogy sűrű a helyzet, akkor már ugye a másik kezével is ráfogott a labdára, ezzel is meggátolva azt, hogy akár ki tudják rántani a kezéből. Ineligible receiver on downfield. Offense, 82-es játékos. 5 yard büntetés. Első kísérlet. Hát ezek a hibák azért nem kellenének, ha már egyszer ennyire jól tudnak haladni megint, és egyre pont szerzés közelebbi helyzetbe tudnak kerülni. Hát ezzel csak a saját maguk orra alá törik a borsot a fehérváriak. Szűk 4,5 perc, első és 15, de még mindig a red zone. Hát határán kopogtat. Igen, így igaz. Erős ezúttal most átnyújtja, de ott most sehova. Cseperkáló kapcsolja le a futást. Pedig az elképzelés nagyon jó volt, ugye látható volt, hogy Eric Steffs ugye a fal széléről ugye jön egy húzó blokkal. És aztán bosszankodott, mert Cseperkáló villám gyorsan látta, hogy mi a játék, és csinálta meg a szerelést. Ugye Steffs nem tudta kizárni. Igen, Steffsnek talán egy picit, hogyha később tudja fölvenni, ugye jobban kitereli, akkor el tudott volna mellett mögötte menni a futás, de hát Csepi nagyon jó, nagyon szép ütemben fölért, és ugye Steffs mellett kilépve a vonal mögött elkapta a labdavivőt. Vári Tamás pedig várja, hát ha esetleg még lesz egy pár snap, amit a pályán lehet. Erős! Ho-ho! Törzsök! Szépen derék alatt, ahogy azt tanítják. De Erős már kettő függetlenül nagyon szépen megtalálta az útját, és vissza tudott lépni a zsebbe. Jól ismerte fel a lehetőséget, elment Fróna mellett. Törzsök aztán lekapcsolta. A harmadik és 11 jön. Ugye itt a büntetések miatt ennyire hátra szorult az Entroners, hogy egy ilyen futójáték sem hozott annyit a konyhára, amennyi kellett volna. És tévedés ne essék, negyedikre is rá fog majd menni a Fehérvár, hogyha nem sikerül ebből first down-t hozni. Bizony, erős. A passzjátéka ezúttal rövid. Hát ez nagyon lapos volt. Ugye eddig
a Wolves ellen is, illetve a Nyíregyháza Tigers ellen is egy-egy touchdownnál állt meg az Entroners, és most azért küzd, hogy ezt valahogy azért túllépje, ugye a Dunaújváros Gorilláz ellen Antonio Rohan, illetve Tóth Dávid volt eredményes 6 pontossal, ugye Rohan háromszor is, hát azt meg sem közelíti azt a 30 pontot ezúttal az Entroners. És ugye itt azért akarva-akaratlanul is fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon ha itt lett volna Rohan, akkor ő még mennyit tudott volna hozzátenni az egyébként nagyon jól működő futójátékához mai nap. Erős, és az ki! Touchdown! Na az a labda hova ment? Azt a mindenit, Bakonyvári! Bakonyvári Patrik húzta le, egy hihetetlen kavalkád volt ott a sarokban. Na jó, akkor ezt nézzük meg még egyszer. Bedobja a sarokba, erős, mindenki emelkedik, és golit a kezei között megy át. Nagyon magasra felment egyébként golita. Igen. Lehet, hogyha arra koncentrál, hogy csak leüti, akkor meg tudta volna akadályozni a játékot. Ettől függetlenül ez azért nem ment rossz helyre. És ez a játék attól függetlenül nem volt ideális, mert látjuk, hogy a két Entroners elkapó nagyon közel kerül egymáshoz, és ezáltal három Cowbells secondaryt, illetve Cowbells védőt húz magára, és még így is nagyon bravúros mozdulattal Bakonyvári le tudta húzni. Két pontos közben nem sikeres, erős Márk passz kísérlete, megint lapos volt. 28-12-re vezet ezzel, és zárkózik így a Fehérvár Entroners, és akkor hát most már akkor tényleg ugye meg kell próbálni egy onside kicket. Most már feltétlenül. Steps elfutott egyébként a labda elől, tehát itt valami kis meg nem értés lehetett az irányító, illetve a tight end között. Azért van potenciál, megmutatják annak a jelét az Entronersnél fordulóról fordulóra, hogy van potenciál ebben a csapatban. Nem csak defense, hanem offense oldalon is, tehát erős Márk is azért oda tudja dobni, hogyha nagyon akarja. Tudnak belőle pontokat, tudnak belőle TD-ket hozni, ugye a futójátékkal, mint látjuk, azért elmondhatni, hogy már semmi probléma nincsen, nem csak Rohannel, hanem lássuk az onside kicket, és megvan a Cowbellsnek. Itt valami kicsit érdekes volt, hogy valami, mint hogyha beleütött volna a pattogó labdába. Mintha. Tóth Csabi lógatja a fejét egy kicsit. Lesérült, hogy szegény. A lábát húzza, úgy fest. Hát nyilván ezt ugye meg kellett próbálnia most már ebben a helyzetben az Entronersnek. Ettől függetlenül, ugye, ahogy említettem, most már ez a 12 pont a HFL története során a csapatnak a második legtöbb szerzett pont. És akkor jön Vári Tamás az utolsó pár percre irányítani. Mit tud ebben a pár percben alakítani Vári? Hiszen nyilván azért ő végig arra várt, hogy hát esetleg még megkapja a kezdőposztot, nem kapta meg, de azért látszott, hogy végig próbált azért tűzben maradni, hogy bármikor, ha felmegy, akkor lehetőséget kapjon és ki is használja. Igen, azért valóban láthattuk itt az oldalvonalán, folyamatosan melegen tartotta magát, dobált egy kicsit, hogy azért ritmusban maradjon, hogy bármikor esetleg Karim felküldi, akkor készen állhasson. Most már egyébként nem szabad, illetve nem kell és nem szabad belemenniük kockázatos játékokba, tényleg itt már az elsődleges cél, hogy lepörögjön az óra, lepörgessék a maradék időt, és biztonságosan. Időkérés, Fehérvár, első csapat időkérés, a hátralévő idő 2 perc, 17-es másodperc. Ezt biztonságosan tudják megtenni, hát nyilván a Fehérvár ugye ebben most kicsit belekavart egy időkéréssel. Ők még szeretnék visszakapni a támadás lehetőségét egyértelműen. Hit takes free.
All right. If you have nobody there, go for the linebacker. So you take the guy that's responsible for the Chuck B. Chuck Hoving. Chuck Hoving. Hey, hey. Then you flex right. Hey, we go flex right wing, flex right wing. Okay. And we go 38 flop. 39 flop. Bő két perc van még hátra. Hát barátom, MVP, tudod, nem úszod meg. Tudom, pont most kértem Kovács Bálint kollégánk segítségét, hogy kicsit világosítson fel a pontos statisztikákkal kapcsolatban, hogy könnyebb döntést tudjak hozni. Hát nem könnyű a helyzetem, az igazság az, tehát több felé is lehetne osztani ezt az MVP címet. Tudunk még várni vele egy kicsit egyébként? Vagy már? 10 másodpercet. Mire lemegy ez a futás, meg kell mondanod. Tudom, hogy azt vártad, hogy doboljak, hogy kinyeri végül a mérkőzés legértékesebb játékosának járok rendbe a keppesgőt. Szóval a helyzet az, hogy több... Időkérés. Fehérvár, második csapat időkérés, a hátralévő idő 2 perc, 4-es másodperc. Akkor még ezt is megvárjuk, ugye? Jó, megvárjuk. De innentől nincsen tovább. Megértettem. Az időkérésnek vége, és te egy névvel fogsz jelentkezni. Értettem. Olyan könyörtelen vagy. Egy névvel fogsz jelentkezni. Igenis. De te megmagyarázom, jó? Jó, hát, jó. Hogy azért megalapozzam a döntésemet. Jó legyen. A lényeg az, hogy azért itt a mérkőzés során voltak klasszis elkapások, dupla TD-k, vagy TD duplázás, hogy mondjuk nagyon szép ugye passzolt yard számok, de én azért választottam azt az MVP-t, akit, mert ő azért tényleg olyan kritikus szituációkban olyan mesteri elkapásokat tudott. Hoppá, közben! Nem csak, hogy duplázás van, hanem triplázás! Zach Snorbert! Hát! Jó! Jó! Na, maradok az eredeti elképzelésemhez, vagy eredeti elképzelésemnél, tehát a magyarázatom továbbra is az, hogy olyan kritikus szituációkban tudott olyan klasszis elkapásokat bemutatni, mind a mellett, hogy szerzett egy TD-t is, hogy ez nagyon, nagyon nagy mértékben hozzájárult a Cowboys-nek ugye a jó teljesítményéhez, úgyhogy én Takács Bencét szeretném választani a mai mérkőzés MVP-jének. Takács Bence a mérkőzés legértékesebb játékosa, tehát Zach Snorbert közben egyébként ugye mindig ott a pálya végén volt nagyon jó helyen, és hát azért ez a Mester 3-as azt hiszem, hogy az ő önbizalmát is rendbe teszi. Hoppá, közben egy kis keveredés, aztán utána még Fóra elhajította a labdát, és hát ugye azért azt is szögezzük le, hogy Vári Tomi beállt, és passzolt egy touchdown-t. Hogyne, tehát igen, ez az ő önbizalmához is sokat hozzátesz természetesen, tehát ugye említettük, hogy az előző fordulóban, illetve a második fordulóban sem volt azért eléggé meggyőző a teljesítménye. Most azért itt cserének beállva, hogy az utolsó percekben még csinálni egy touchdown-t azért azért eléggé szép teljesítmény, és hát nyilván azért az ő fejében is picit azért lehet, hogy rendet fog most tudni tenni. Összességében ugye, tehát akkor 34 pontnál a Cowboys, így nem sikerült az extra pont, és hát ez így összességében azért azt jelenti, hogy ugye futott touchdown is volt Royák Richard, viszont nem futással operált a Cowboys, az aztán teljesen megállt, ellenben azért az elkapott touchdownok jöttek, Zax 3-asa és Takács, akinek ugye voltak még további fontos elkapásai, ahogy mondtad. Közben egy visszahordás az Entroners részéről, és bizony azért nehezen sikerült Tóth Nándort lekapcsolni, de azért végül összejött az utolsó két percen belül, és azért végül, hát 22 pontos a különbség, úgyhogy bár volt azért a Cowboysnek olykor-olykor problémája az előrehaladással, de maga biztosan behúzza ezt a mérkőzést is a bajnok csapat. 3-1-es mérleggel fog állni.
az Entroners pedig 1-3-mal. Igen, és azért ezzel párhuzamosan el lehet mondani, hogy az Entronersnek viszont voltak reménykeltő drive-jai, reménykeltő megmozdulásai. Ugye a defense már méltattuk, ugye a nyomás az megvolt, szépen tudtak védekezni nagyon sokszor, és illetve emellett az offense is megmutatta azt, hogy hoppá, közben Szakácsi! És megmutatja továbbra is, hogy azért meg tudnak villanni, és az első második fordulóban mutatott hát nem túl meggyőző játékukat azért próbálják folyamatosan javítani, folyamatosan fejleszteni, és hát ilyenek sülnek ki belőle. Szezon végére lehet, hogy össze fog állni ez a csapat, illetve a következő szezonra már valóban számolni kell velük. Ugye az 1-3-as mérleg még nem jelentené azt, hogy biztosan nem playoff résztvevő az Entroners, miközben Bakonyvári Patrik talán már azzal foglalkozott, hogy megütik, vagy azzal, hogy hova fusson tovább. Igen. Az elkapás után. Szóval egy kicsit, hogyha megnézzük, ugye május 19-én a következő fordulóban a Győr Sharksot fogadja majd az Entroners, június 3-án a Miskolc Steelershez látogat, és június 16-án a Touchdown Story Eagles együttesét látja vendégül. Hát ott, ugye ebben a hármasban mindenképpen majd a Steelers elleni mérkőzés lehet a legkeményebb. Igen. Nyilván, hogyha azt elveszti az Entroners, akkor ugye borzasztóan kevés esélye marad arra, hogy playoff résztvevő legyen. Közben Novakov az elkapás még után talpon. Megint sokáig talpon maradt, és ugye a Cowboys ugye majd május 21-én a Dacacél Dunajváros Gorilláz otthonába látogat. Nyilván az is egy nyerhető mérkőzés eddig, ugye a 0-3-as mérleggel álló Gorilláz ellen, és június 2-án majd a Győr Sharks ellen játszik, úgyhogy ezeken a kötelezőnek tűnő mérkőzéseken a Cowboys bebiztosíthatja a rájátszását, és hát továbbra is ugye a bajnoki aspiránsok között van a fehérmezes csapat. Sárga zászló is van közben a pályán. Igen, most már azért látszik, hogy a Cowboys nagyon hátra szorul, illetve hátra lép, tehát a hátsó mélységi zónákat próbálják bebiztosítani, hogyha azért rövid yardokat... Holding, offense, 76-os, 10 yard büntetés, harmadik kísérlet. Tehát rövid yardokat, ugye a rövidebb, gyorsabb playeket tudják is hozni, azért a mélységi passzokat nem szeretnék föladni. Ugye ennek fényében ugye Német Marci hátra is csúszott ugye második safety-nek. Hát ami ugye neki eddig ugye az alapposztja volt, és nyújtott klasszis teljesítményt gyakorlatilag fordulóról fordulóra. Közben egyébként ugye egy holding szabálytalanság miatt ment vissza az Entroners, amely ugye tényleg, hogyha tudja hozni a kötelezőt a következő körben, akkor azért még abszolút nem szabad róluk sem lemondani, hiszen látható volt, hogy a védelembe azért lehet számítani, közben erős már szabadulna, és aztán végül talpon maradt, és tudott passzolni is, úgyhogy nem lett ebből egy szek. Igen, tehát hogyha javulni tudnak következetesen ugye mérkőzésről mérkőzésre, azért a szezon végére ugye az erős középmezőnyben ott tudnak lenni. Bizony, bizony. És azért összességében ugye első HFL szezonjukban egy olyan 5.-6. helyet szerezni nem feltétlenül a kudarc cseppet sem kategória. Abszolút nem lehet mondani így. Nyilván helyén kezelve és látva azokat, hogy amik még egyelőre nem úgy mennek, összességében nyilván azért az, hogy majd Reagan és Maggie több irányító sorsát és támadófal sorsát megkeseríti majd a szezonban, ez valószínűsíthető. Erős Márquez most azért elég csúnyán eladja, Golita elindulhat visszafelé, Golita még mindig viszi majdnem a fél pályáig. Hát Golitát azért meg lehetett jutalmazni ezzel az interceptionnel, úgymond azért... Erős úgy gondolta? Na jó, fiatal barátom. Ugye a futballistenei jutalmazták meg akkor inkább Golitát, mondjuk így. Az a fiatal játékos már mérkőzésről mérkőzésre megvillan, jó teljesítményt mutat, és nem ijed meg ott a hátsó zónától, ott egyedül árválkodva, free safety-ben. Az ő nevét azt hiszem, hogy folyamatosan ugye itt kell tartani majd a tűz közelben, hiszen egy nagyon-nagyon fiatal
és rendkívül tehetséges játékost ismerhetünk meg folyamatosan a személyében. És akkor az utolsó játék, egy térdelés, ezzel a végeredmény is kialakul. A bajnoki címvédő tehát végül is javítja a harmadik fordulóban elszenvedett súlyos vereségét a Budapest Wolves ellen, és 34-12-re legyőzi a Fehérvár Entroners gárdáját is. Miután ugye a TD Storigos ellen 26-7-re, a Miskolc Steelers ellen pedig 25-24-re tudott nyerni. Ez a csapat harmadik győzelme ebben az idényben, és hát ugye a tavalyi bajnoki címvédő csapathoz hasonlítjuk, ahhoz képest pedig ezzel a 3-1-jel egyértelműen jobban áll, mint tavaly. És akkor Cseleng Ádám mellett ott van a mérkőzés legértékesebb játékos, a Takács Bence. Így van, köszönöm szépen, Andris. Gratulálok itt egy Kreinmacher Pecsgő a mérkőzés legjobb játékosának. Hát gondolom meglepődtél te is, hiszen Zax 3 touchdown szerzett. Ennek ellenére mégis azt gondolták a szakértőink, hogy nagyon-nagyon fontos elkapásaid voltak. Milyen volt ez a mérkőzés szerinted? Hú, hát én iszonyúan élveztem, nagyon vártuk már ezt a találkozót, hogy összemérjük az első csapatunkkal is az erőnket, az ő első számú csapatukkal, mert ugye még csak divízió 1-be találkoztunk velük. Én úgy fogalmaztam meg magamba, hogy a manufaktúra jelleggel dolgoztunk most. Mindenki csinálta a saját dolgát, meg volt a túra Lengyelországba, meg volt a fakka Wolves ellen, és man, nagyon jól csináltuk. Innen a pálya széléről úgy tűnt, hogy nagyon élvezitek is a játékot végre, a múltkor azt ezért hiányoltuk. Igen, amúgy szerintem ez az egyik legfontosabb összetevője a mi játékunknak, hogy amikor tudjuk élvezni, akkor a technikánk nem marad el, mert az megvan. Én úgy látom, hogy az megvan a fiúkban, csak egy kis pszichikai kis kapcsolás kell. És az ilyenek, amikor megcsináljuk a hosszú passzokat, talán ezek számítottak, hogy az adott még egy ilyen nagy löketet a csapatnak. Úgyhogy én a falnak nagyon-nagyon köszönöm, és ezt neki fogom ajánlani, mert iszonyú jól dolgoztak, és sérülések is voltak benne, de még a cserék is oda tudtak menni, és ugyanúgy játszani. Kanter után most már Ciroktól is van elkapásod, várj, lesz a következő? Nagyon remélem, már néztem is itt vissza, hogy basszus, ez 1-1, ez nem nekem volt, de ennek is eljön majd az ideje szerintem. Köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer. Andris, tiétek a szó. Hát ugye Takács Bence az előző szezonban is nagyon sok jó mérkőzést hozott le, és ezen is ugye nem csak a touchdown elkapása miatt, hanem még amellett is bőven-bőven lehetett dicsérni, ugye kulcs szituációkban is megvillant, miközben láthatjuk a pontszerző akciókat. Itt pedig ugye a második passzolt, azaz az első passzolt touchdown Zax Norbert kapja el, ugye az első elkapott touchdownja a szezonban. Ugye egy kicsit talán majd ugye a Cables szempontjából az lehet az érdekes, hogy ahogy mondta Bence, hogy a támadófalnak ajánlja, hogy a támadófal ki tud-e állni ugyanúgy, mint ahogy erre a mérkőzésre, mert ez nem biztos. Nos. Igazából a Cowboys összességében el lehet mondani, tehát nem csak a támadófalról, hogy most újra összeálltak, tehát ugye a Wolves elleni nagyon súlyos vereséget teljes mértékben le tudták rázni magukról, ahogy ugye pedzegettük ezt a hosszabb bucutat, biztos vagyok benne, hogy az is hozzátett egy kicsit ahhoz, hogy újra egy csapatként tudjanak dolgozni, újra mentálisan ugye erősek lehessenek, ugye fejben tudjanak maximálisan koncentrálni, és tényleg visszatértek arra a pályára, ahonnan tulajdonképpen a szezon elején elindultak, és ezt úgy vélem, hogy folytatni is fogják most már egészen az alapszakasz, vagy hát ki tudja, ugye a rájátszásban is még meddig. Igen, így azért most már a 3-1-es mérleggel álló KBS esetében el lehet kezdeni számolgatni, hiszen nagyon-nagyon közel van ahhoz az együttes, hogy pozitív mérlegét bebiztosítsa, valószínűleg 2 hétre vagyunk ettől, és nyilván ugye ehhez mérten a rájátszás résztvételét is, miközben láthatjuk ugye még az elkapott touchdownját az Entronersnek, ami ugye egy kicsit visszafordítva az ő részükre megmutatta azt is, hogy gyorsan is képesek átmenni a pályán, és ez azért nem volt feltétlenül benne az ő repertoárjukban eddig a HFL-ben. Úgyhogy annak ellenére, hogy 22 pontos vereséget szenvedtek,
egyrészt ugye a Carnuntum elleni holnapi mérkőzésre is van azt hiszem olyan plusz energia, amit átfordíthatnak, illetve további mérkőzésekre a szezonban. Igen, most már én úgy látom, hogy az Entronesnél a legnagyobb kérdés az, és a további jó szereplés kulcsa az, hogy az offenszben a passzjátékot konzisztensé tudják tenni, mert többször is ugye elmondtuk a mérkőzés során, megvannak az életjelek, megvannak a jó passzok, az erős Márk is oda tudja dobni, hogyha nagyon akarja. Ezt kell de, most ahogy már... láthatjuk is. Igen, itt. Pontosan. Ezt kell most már állandósítani, ezt kell most már csúnya szóval mondani, beléjük verni, és akkor tényleg még további jó szerepléseket tudnak majd felmutatni a szezon során. Így van, és ugyan megszakad a három mérkőzésből álló győzelmi sorozata az Entronersnek, de azért újra el lehet kezdeni gyűjtögetni a dupla V-ket, miközben ugye láthatjuk Vári Tamás passzoltás dányát is, és Zax Norbert mesterhármasát, és ugye ezzel azért ő is megmutatja Karim Traversinek, hogy bármikor ő is előléphet az elkapó sorból nyerő emberré. 34-12-re nyert tehát a Budapest Kábels, és ezzel nem csak ugye a Wolfs elleni vereségét feletteti, hanem itt ugye Székesfehérváron is az első győzelmét aratja. A statisztikákat nézhetünk, erős eljutott 200 yard fölé, ugye ami azért érdekes, mert maga azért a százalék, a passz százalék azért az nem volt túl magas. Novakovnak a 103 futott yardja az mindenképpen megsüvegelendő teljesítmény, de Cirók 300 pluszos mérkőzése ugye a passz tekintetében szintén remek, és Zaxnak pedig ugye a 116 elkapott yardja mellé a három touchdownja is, és Takács is remek mérkőzést hozott le. Így alakult ki tehát a 34-12-es végeredmény, nem sokáig búcsúzunk, gyakorlatilag egy nap sincs hátra, és kezdődik az újabb mérkőzés a negyedik fordulóból. Miskolc Steelers, Budapest Wolfs mérkőzés tehát. Holnap Felső Zsolcáról szintén 11:45-kor kezdünk, úgyhogy tartsanak majd akkor is velünk. Kolesár Dávidnak köszönöm szépen, hogy megnéztük együtt a mérkőzést, viszontlátásra! Viszontlátásra!